Első fejezet Kun Béla elrepül Kun Béla repülőgépen menekült az országból. Délután, úgy öt óra felé, a Hungária szállóban székelő szovjetház körül fölrebbent egy repülőgép. Átrepült a Dunán, a Várhegyen, s merész kanyarodással a vérmező felé tartott. A gépet maga a népbiztos vezette. Alacsonyan szállt, alig húsz méter magasságban, úgyhogy arcát is látni lehetett. Sápat volt, válatlan mint rendesen. Vigyorgott az alant álló polgárokra, s vásott kajánsággal csúfondárosan még búcsút is intett egyeseknek zserbókat vitt, melyekkel teletömte puffadozó zsebeit. Aztán ékszereket, grófnék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek drága köveit, templomi kejheket, sok más egyéb kincseket. Karjairól vastag aranyláncok lógtak. Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült, s eltűnt az ég messzeségében, le is pottyant a vérmező kellős közepére. És ott egy öreges úr, régi krisztinai polgár, adóhivatalnok a várban, a Szent Háromság téren valami Pac nevezetű, Pac Károly József, meg is találta. Legalább a Krisztinában ezt beszélték. Második fejezet A méltóságos úr az elvtárs és a méltóságos asszony Mikor ennek 1919. július 31-én délután hatkor híre futamodott, Vizi Kornél kikiabált. Katica! A konyhában egy lány állt, kövér, mint a töltött galamb. Úgy látszik, kimenőre készült. Már teljesen felöltözködött. Rózsaszín ingblúz volt rajta, fehér szoknya, fekete viaszkos vászon öv, új lakcipő. Kézi tükrében szemlélgette magát, risport hintett zsebkendőjére, ezzel bemaszatolta a dundi puha arcát. Hallotta a kiabálást, de nem mozdult. A csengettyű régen elromlott náluk, már a károi korszakban, Azóta csak így kiabáltak itt a cselédeknek, vagy kopogtak a dolgozóból, melyet a konyhától vékony vendégfal választott el. A hang dühösen kiabált. Erre a lány áthaladt a hosszú keskeny előszobán, szemügyre vette magát a ruhafogas tükrén, igazgatta haját, és riszálva gömbölyű farát az ebédlőbe imbolygott. Az ebédlő díványán egy negyven év körüli férfi heverészet oly elhanyagolt, mint egy csavargó. Gyűrött puha inget viselt, nyakkendő nélkül, kitérdelt téli nadrágot, toprongyos cipőt. Csak a sasor meg az arcát keretező fekete pofaszakál mutatta, hogy mégis valaki. Kezében a vörös újság legutolsó számát szorongatta, távol a szemétől, egész a térdénél, mert erősen messzelátó volt. Annyira elmerült az olvasásban, hogy most nem mindjárt vette észre a cselédet. A cikkek már bejelentették a készülő összeomlást ezzel a címmel. Veszélyben a proletár haza! Katica közelebb lépett a díványhoz. Na, mi lesz? dörmögött kedvetlenül vízi. Hányszor ordít csak! És hogy enyhítse szigorát, vállat vont fektében. A lánya lakcipője orrát bámulta közönösen. Jó, mondta Vizi, mint egy magával vitatkozva, elnézően, s mégis zordul. Csukja be az összes ablakokat. Katica indult. Várjon! A redőket is! És a zsalukat is! Értette? Majd hozzátette. Fölkiabáltak! Ledobta a vörös újságot. Csörgött a hitvány szalma papíros, mely barnás, füstös volt, mintha valami világégés pörkölte volna össze. Vizi fölkelt a díványról, s két kezét nadrág zsebébe dugva kitekintett az ebédlő nyitott ablakán. Len sétált az a vörös katona, aki az előbb fölkiabált, de már oly egyedül és elhagyatottan, hogy nem is gerjeszted gyűlöletet. Apró, csenevész proletár volt, nem is emberhez, hanem egy embrióhoz hasonlított, akinek vállára szuronyos puskát biggyesztettek. Az alkony úgy hullámzott a vérmező lesült, agyontiport gyöpén, mint egyébkor. Megaranyozta az Istenhegyet, a hegyet, és távol jelentősen felcsillogtatta egy templom keresztjét. A gránit lépcső táján kettes-hármas csoportok áldogáltak, a riadt ember nyáj, mely hirtelenül pásztor nélkül maradt. Suttogtak, amint mostanában megtanulták, süketném a jelekkel a szájak mozgásáról olvasva le a szavakat. Mindössze ez jelezte a változást. Felhő sehol. Álmos levegő nehezedett mindenre, mint nyári zivatarok kitörése előtt, mikor a szél visszatartja lélegzetét, és a természet egy óriási szobának, a fák játékszereknek, az emberek viaszbáboknak rémlenek. Ebben a bénulatban nem volt se mozgás, se hang, csak egy kép mozgott és üvöltött az a plakát, mely ezt ordította: Fegyverbe! Fegyverbe! Az a vad, őrült matróz, aki egy lobogót rázott hihetetlen lendülettel, egészen összeolvadva vele, s úgy kitátotta csontos száját, mintha el akarta volna nyelni a világot. Vizi sokszor elment e farragasz mellett, de igazán soha sem merte megnézni. Úgy szólván most nézte meg először nyugodtan, káprázás nélkül, ahogy a leáldozó napot nézzük meg, mely már nem sérti szemünket. Messze a Krisztina körúton teherautó vágtatott befelé, a tűzoltókocsi sebességével, megrakva gyermekek cifra terhével, akik a zugligetből tömegkirándulásról jöttek haza, s gajjakat ráztak, integettek kezeikkel. A hegy felől énekszó hallatszott, cingár, cérna hangú uniszónó. Föl, föl, ti rabjai a földnek, föl, föl, te éhes proletár. Ifjú munkások, inas gyerekek, tizen, tizenöten, igazán önzetlen tájékozatlansággal fújták most, amire megtanították őket, az internacionálét. Katica a többi szobákban már végzett, az ebédlőben is becsukta az ablakot. Mikor a lakás minden ablaka be volt csukva, Vizi odalépett Katicához, és valami hideglelős, édeskés mosolykával ezt suttogta. Megbuktak. A cselédet nem érdekelte a dolog, vagy nem mutatta. De a gazdája elé állott. Miután felesége még nem jött haza, valakit keresett, hogy kiöntse szívét. Katica, ismételte, megbuktak a vörösök. A cselét csak egy csodálkozó tekintettel felelt, hogy az úr ennyi bizalomra érdemesíti. A gazemberek, tette hozzá vízi táguló orcimpával, a bosszú édesmámorával. Alig, hogy kiejtette ezt, dörömböltek a külső ajtón. Vizi elsápadt. A levegőben nézett, mintha a szót keresné, melyet az előbb kimondott, és hogy eltüntesse nyomát, utána nyúlt, mint mikor cigeratta füstöt hessegetünk. Majd én, szólt, s hirtelen elhatározással az előszobába ment ajtót nyitni, mint egy a veszedelem elé sietve mindenre elszántan lépkedett. Ez járt fejében, túszedés, házkutatás, vésztörvény szék, és az, amit védelmére hoz föl, húsz éves közpálya, a szociális is, mert a marxizmus, melyet elvben helyesel, csak túlzó kinövéseit nem. Már más ember volt. Nem érezte magát a bolsevizmus mártírjának, talán inkább a régi rend áldozatának, mely bizony sokszor háládatlanul mellőzte. Kabátja zsebében megtapogatta szakszervezeti igazolványát. Szerencsére még nem tépte szét, amint délután akarta. Egy emberke állott előtte a folyosón, vörös hajtókás postás kabátban, melynek galléria otthonosan ki volt gombolva. – Méltóságos uram! – harsogta az emberke hangosan, hogy az egész ház lakói meghallhatták. – Méltóságos uram! – Elvtárs! – üdvözölte Vizi. – Hát maga az elvtárs! – Alázatos szolgája, méltóságos uram! – Jöjjön be, ficsor elftárs! Így társalogtak, igazi világtörténelmi udvariassággal, mindketten bizonytalanul, kölcsönösen előnyt adva egymásnak. Vizi Kornél miniszteri tanácsos négy hónap múltán most hallotta először régi címét. Egy kis örömöt érzett, de egy kis csalódást is, hogy nem azok érkeztek, akiknek jöttére már elkészült. Ficsor pedig az Attila utca 238-as számú ház házmestere le volt forrázva, hogy a ház tulajdonosa még most is elftársnak titulálja. A házmester belépett az előszobába, kezet nyújtott a méltóságos úrnak. Vizi megszorította kezét. A kezelést a proletár diktatúra idején Vizi kezdte, aztán mindig Ficsor ajánlotta fel előzékenységből. Megbuktak, lelkendezett Ficsor, még mindig hangosan. Megbuktak a zsiványok, már szedik a sátorfájukat. Hümmögött Vizi, mintha újságot hallana. Igen, méltóságos uram, a váron már künleng a nemzeti színzászló, a sógorom tűzte ki. Az a fontos, válaszolt kitérően Vizi, hogy végre béke legyen és nyugalom. A szép, piros, fehér, zöld, bólongott Ficsor, folytatva hazafias álmodozását, s oldalt kémlelte Vizi mozdulatlan arcát. Lesz itt tánc, méltóságos uram, lesz most itt tánc. Vizi figyelte ennek a szerencsétlennek a vergődését, de elzárkózott nem felelt. Ficsor zavarba jött. Tudnilik, hebegte, a csengettyű, most volna egy kis időm, gondoltam, megcsinálom a méltóságos úréknak. Ott a telep, Mutatott Vizi a konyha felé. Tudom, méltóságos uram, mosolygott Picsor, aki fájos értésnek tartotta a föltevést, hogy ő a házmester, ne tudná, hol a házi úrék telepe. Csak egy létrát kérnék. Katica a szép ünneplő ruhájában bosszúsan hozta a létrát. Ügyel bajjal helyezték el a szűk, barátságtalan konyhában, mely csak a vakudvarról kapott világítást, és nappal is sötét volt. Ficsor föl akarta csavarni a villanyt. A körte azonban már rég eltört. Gyertyát kért. Kezében a gyertyával fölkapaszkodott a telephez, a létra tetejéről magyarázta a házi úrnak, mi a csengő baja. Fontoskodva beszélt, túlozva munkája érdemét és értékét, de alázatos tisztelettel, mely által nyilván azt a félszeg helyzetet is igyekezett tompítani, hogy ő pillanatnyilag így magasan áll a méltóságos úr fölött. Az ingó létra tetején, melyet Katica támogatott, mohon látott a munkához. Azt, amit elmulasztott, egyszerre pótolni akarta. Babrálta az elemeket, egyenként leemelte, a konyhaasztalra helyezte. Kapargatta bicskájával a rozsdás drótokat. Az üvegekbe konyhasót tett, vizet öntött. Ekkor az ajtón újra zörögtek. Lila pongyolában nyulánk előkelően magas hölgy lépett be hajadon főt. – Kezét csókolom, méltóságos asszony! – hajlongott Ficsora konyhából, s hogy nem kapott választ megint. – Kezét csókolom! A nő ekkor sem viszonozta köszönését, fejét félrefordította, bement az ebédlőbe. Vizi utána. Itt átölelte feleségét, kitört fékezhetetlen boldogsága, az örömtől vicsorgott. – Tudod? – Mindent. Azt beszélik, hogy még ma éjjel megszállnak a románok. Dehogy! A nagyhatalmak ezt nem engedik, nemzetközi megszállás lesz. Olaszok, franciák, angolok. Tatár Gábor mondta. A nő végig simította szép borostyán sárga haját. Leroskatta a hintaszékbe. Üres szemmel nézett maga elé, ahogy szokott, a tárgyakon át, az embereken át, mintha nem azt látná, ami előtte van, hanem valami mást. Hol maradtál? Már aggódtam. Szaladgáltam, ezért, mondta Viziné, s míg lassan hintázta magát a hintaszéken, kinyitotta cérna kesztyűs kezét, melyből egy újságpapírba burkolt kis csomagot dobott az asztalra. Mi ez? Vaj, szólt az asszony figymáló mosolyjal. Három zsebkendő ért. Ficsor a konyhában zörömbölt, a létrára mászott, hogy visszarakja az elemeket. Viziné kifelé figyelt. Fejmozdulattal kérdezte. Hát ez mit akar itt? Csengettyüt javítja. Most jött a teszébe. Négy álló hónapig könyörögtünk maga ajánkozott. Miért nem dobtad ki? Ugyan, de igen, ki kell az ilyent rúgni, vörös. Csöndesebben, meghallja. Hát aztán, talán nem vörös, piszok, bolseviki, na vár csak! Vizi még nem tartotta elérkezetnek az időt. Az asszony azonban olyan erejjel, melyet nem lehetett volna várni, fölugrott, az előszobába ment, hogy a házmestert kiutasítsa. Ebben a pillanatban az elhagyott, oly sokáig halott lakáson végigreszketett a villamos csengő szava. Diadalmasan és ünnepien, keményen és élesen csörömpölt, életkedvet, reménységet keltve. Ez a friss, vidám, acél trilla lelket öntött beléje, átjárta minden falát, öntudatra ébresztette az egészet. Vizi benn az ebédlőben gyönyörködve hallgatta. Felesége Katicát kereste, de látta, hogy megint kérdezés nélkül szökött ki éjszakára. Kész! újságolt a ficsor, s lehajolt, elkapta kezét, és ezúttal sikerült megcsókolnia. Visszavitte a létrát, majd sejtve, hogy csengettyű és a késcsók még nem elegendő, vakmerő bizalmassággal, mint aki valami titkot közöl a közelébe lépett, és csak nem a fülébe súgta. Méltóságos asszony. A szemét a földre sütötte. Volna egy lány, micsoda! Egy cseléd lány. Viziné azt hitte, hogy a füle hogy nem jól értette. Rátekintett a házmesterre mély, titkolhatatlan érdeklődéssel, szeme fölragyogott. Nagyobb örömet akkor sem érezhetett volna, ha egy gyémánt nyakéket ígérnek neki. Testi! kérdezte. Dehogy! Balatoni, parasztlány, rokono! Az asszony fölizgatódott. Mindig ilyen kéz alatt szerzett lányokról álmodozott, de ilyeneket eddig még soha senki sem ajánlott. Bűnnek tartotta volna, hogy a fontos kérdést kutyafuttában vitassa meg, ezért a házmestert a konyhába intette, leültette az asztalhoz, ott a lobogó gyertyavilágnál gyóntatta, hosszan tárgyalt vele, egészen megfeledkezve az uráról. Ficsort maga kísérte ki. Aztán visszatért a konyhába. Az asztalról két ujja hegyével fölemelte Katica zsebkendőjét, megszagolta, undorodva a földre dobta, félretolta a kézitükrét, becsukta a vakudvarra néző ablakot, és a vacsora készítéshez látott. Kenyeret pirított, te a vizet forralt. Harmadik fejezet Fanyar vacsora Viziné látván, hogy a külső ajtónál senki sincs, bement az ebédlőbe. Mit akarsz? Csak próbálom, mondta Vizi. Szól! Hallom! Megcsinálta? Hallott? Remélem, nem mondtál neki semmit. Nem, hagyd már, rivalt rá az asszony, mert vízi még egyre nyomogatta a csengettyű gombját. Mit játszol? Olyan vagy, mint egy gyerek. Éhes vagyok, vacsorázni szeretnék. De kinek csöngetsz? A katicának. Ő nagysága már réges-rég elment. Hová? Hová? Hát oda, ahova rendesen. Lófrál! Most? Most hát! De ma senkinek sem szabad az utcán járni. Bánya is ez, megjött a lajos! A hak? A hak, az uszájjal. És mikor jön haza? Nem kötötte az orromra. Majd éjfélkor fakadt ki viziné, és hogy izgassa magát, tódította, majd valamikor hajnalban. Vitt kulcsot? Azt hiszem. Mondhatom, kellemes szólt Vizi roppant kellemes, nyitott ajtónál aludni. Akárkit behozhat. Érdekes vagy úgy teszel, mintha először történnék nevetséges vagy! és ingerülten sarkon fordult, becsapta maga után az ajtót, amint Katica szokta. A konyhában dobálta az edényeket, csörömpölt, olykor szüksége volt ilyen érzelmi kitörésekre. Miután belefáradt abba, hogy urával együtt, mint szövetséges vitassa meg életük nagy, soha se szűnő gondját, efféle zendülésekkel adott kifejezést bosszúságának. Pár pillanatra úgy tüntetve föl a dolgot, legalább önmaga előtt, hogy az ura az oka az egésznek. Fatálcán bevitte a vacsorát, egy fincs teát, pár szelet pirított kenyeret, a vajat, melyet délután szerzett. Vízi, aki délben csak tökkáposztát evett, s egy darabka marha a híg fűzölt teára pillantott, a gyanús, fekete-sárga kukoricakenyérre, melyet a pirítás setett kívánatosabbá. Fanyalokba érdeklődött. Más nincs, mi volna. Nem is terítesz, hiszen este nem szoktunk. Mindegy hagyta helyben vizi, jó így is. Fejét tenyerébe temette, mint amikor valami nem volt rendben a háztartásban sokáig nem beszélt. Gondolatban már kívánta a fehér abroszt, a rózsás tányérokat, az ezüst késeket, a meccet boros üvegeket, melyek hajdan ragyogtak ezen az asztalon, hogy vacsorákat adtak minisztériumi barátainak. Te nem eszel? Faggatta feleségét. Viziné csak ritkán vacsorázott, évek óta ideges gyomorbajban szenvedett. Betegsége a bolsevizmus alatt a sok izgalom folytán rosszabbra fordult. Gyomrában savanyúságot érzett. Elővett egy papírdobozt, kiöltötte vérszegény nyelvét, rátett három sötétzöld labdacsot, leitte egy pohár vízzel, s összeborzongott. Annál inkább nekilátott az ura. Az egészséges férfi mohóságával ropogtatta fogai alatt a kiszáradt, keserű édes kukorica kenyér szeletkéket, melyekre csak hamar fölkente az ötödek a vajat. De már is elfogyott minden. Kopogott a szeme. Kavargatta teáját, zaharint dobott beléje. Cukor híján a zaharint is szerette. Legalább édes volt. Amíg nagy zajjal hörpintgette teáját, Tatár Gábor kollégájával való találkozását mesélte el, akitől az Úri utcában megtudta, hogy vége, hogy végre vége van, vége. Vége a szociális termelésnek, a forradalmi öntudatnak, nem zaklatják többé a tisztességes dolgozó polgárságot. Vizi határtalanul gyűlölte a vörösöket, amire megvolt minden oka. A bolsevizmus alatt koplalt. Mihelyt kitört a kommün, rendelkezési állományba helyezték. Fizetését ugyanaz akkor uralkodó fejetlenségben elfelejtették letiltani, de mit vásárolhatott rajta? A háborúban tönkrement. Mindjárt az elején hadikölcsönbe fektette egész vagyonát, 250 ezer aranykoronát, mert föltétlenül bízott a német fegyverek győzelmében csak a két emeletes háza maradt itt. Ez se jövedelmezett. Első emeletét, négy szobát ők maguk lakták. A második emeleti két lakást házi orvosa, Moviszter Miklós és Druma Szilárd, egy fiatal ügyvéd. Házát a vörösök kommunizálták. Ez a ház itt a Mozdony utca tőszomszédságában különben is szemet szúrt a Lenin fiúknak. Druma Szilárdot túsznak vitték, s két hónapig ült a gyűjtőfokházban, az öreg Movisternek, a klerikális orvosnak folyton kellemetlenkedtek. Viziéknél először akkor jártak, amikor feleségét letartóztatták. Felesége egy asztalkendőt rázott ki az erkélyen, azzal vádolták, hogy jeleket adott az ellenforradalmároknak el is hurcolták a parlamentbe, csak éjfélkor engedték haza, testben, lélekben megtörve. Másnap reggel feljött hozzájuk egy fiatal politikai megbízott, aki nátpálcáját bőrlábszárvédőjéből kihúzva hegyként csapkodott a lakásban, elrekvirálta tőlük két szobájukat, az ebédlőt, melyben most ültek, s a mellette levő szalont. Szerencsére előbb megbuktak, mint sem lakókat küldhettek volna. De mindennél jobban fájt az, hogy a minisztériumban tétlenségre kárhoztatták. Fégtelen politikai becsvágy lakozott benne, és ez a táphiány zakatolt, mint az üres malom. E boldogtalan hónapokban csak tenget lengett. Mogorva bizalmatlan hivatalnok ember volt, annak előtte soha semmibe se avatta feleségét. Most megerett a szava. A hosszú sétákon a budai hegyekben, vagy itt, míg várták a rettenetes látogatókat, neki tartott szabad előadásokat politikai platformjairól, meg azokról a tacskókról, akikkel megnyomorították a minisztériumot. E fölött nem volt oly könnyű napirendre térni. Amint megitta a teáját, leföljárkált, az ellenforradalmi eseményekről beszélt, melyek egyszerre megnyugtató történelmi veretet kaptak. Emlékszel? kérdezgette folytonosan. Emlékszel? Ismerőseit emlegette, akiket fölakasztottak. A hivatalnokot, aki röpcédulákat osztogatott a templomokban, s ezért a parlament előtti téren kivégezték a ludovikásokat, a hős ludovikásokat, akiket ezek a sehonnaiak ellenforradalmi süvölvényeknek csúfoltak. Hát a monitorok, amikor felrohantak a Dunán sötét füstbokrétával, én borotválkoztam. Azt hittük, hogy a kommunisták lövöldöznek. Tatárékhoz szaladtunk föl, a padlás ablakból néztük. A Dunaparton úgy nyüzsögtek az emberek, mint a hangyák. Akkor ölték meg szegény Berendet, a híres gyermekorvost. Bár kicsit, majd folytatta. Az úrnapi körmenet az más volt. Valami szemüveges szovjet alak kerékpáron nekihajtott az oltári szentségnek, szidalmazta, azt mondják, le is köpte. Egy pillanat alatt földre teperték, a kapu alá vitték, addig verték ököllel, botokkal, míg ki nem adta páráját. Állítólag egy pincér ütötte agyon. De a legizgalmasabb mindennek a megindítója mégis a krisztinai forradalom volt. Ezt mind a ketten színről színre láthatták. Te már akkor érkeztél, mikor a teherautóról leszálltak a fekete göndör terroristák és sortüzet adtak a templomra. A tömeg sivalkodva menekült az elemi iskolába, ott vörös katonákat soroztak. Nem láttad azonban az elejét? Én ott voltam. Úgy kezdődött, kérlek, hogy zsebkendőket lobogtattak. Az egész Krisztina tér fehér lett. Megálltak a villamosok. Mindenki levette kalapját, a himnuszt énekelték, soha se felejtem el. A vörös zászlót leszakították, elégették. Valami szőke színésznő gyújtotta meg a Mária gyógyszertár előtt. Aztán együtt rohantunk haza. Szürke, szeles nyári nap volt. Előttünk egy kislány szaladt, kezében az elefántcsont fedelő imakönyvvel. Szegény, a mi házunk előtt rogyott össze. Nem bírta tovább az izgalmat. Sokáig hevert a járdánkont, mint egy darab fa. Nem tudott magáról semmit. Te hoztál neki egy pohár vizet, emlékszel? Már az is gyönyörűség volt, hogy erről így nyíltan, így hangosan lehetett beszélni. Vizi azonban nem kapott választ. Felesége csak bámult a semmibe tágra nyílt, érdekes szürke szemével. Hosszú szünet után szólalt meg holnap megint álmos lesz. Kicsoda? A katica. Megint kilencig döglik majd. Vagy úgy, szólt Vizi, mert ő még mindig kün járt a tömegben, ahol a történelem erjed, s a sors vaskockái zuhognak. Miért engedted el? Miért nem vagy hozzá kisé erélyesebb? Merek is, itt hagy, Mohon ragadta meg a szót. Csak láttad volna, milyen gyilkos szemeket mereztett múltkor, mikor arra céloztam, hogy talán mégse menjen el minden este. Viziné váratlanul felugrott, Katica hangját utánozva sápítozott. Ha tetszik, akár vissza se jöhetek, ezt mondta a pimasz. Aztán kilibegett az ajtón, és most mutatta, így és utánozta Katica járását is. Az ura egy pillanatig döbbenten nézte feleségét, aki végig táncolt a szobán, és dühében játszott, mint valami különös színésznő, valami különös színpadon. Megszánta őt, s hogy mondjon valamit. És te mit tettél? Mit? Azt, amit mindig nyeltem, Szerettem volna belerugni abba a vastag! Hát, bizony ezek ilyenek. Csak szabálnak, kesergett az asszony két pofára, meg katonáznak. De ez, és az urához hajolt és suttogott, ez kérlek, beteg is. Mi baja? Az, mondta Vizin jelentősen, az a baja. S ránézett rémülten nem látszik rajta. Láttam a fehér neműjét. Hiszen kövér. Attól olyan dagadt, a lába az a puffat lábikrája, undorító. Aztán a bátyja is ide jár, az a vad bátyja, a mozdonyvezető. Félelmetes, valóságos kocsma a házunk. Az ember fél a tulajdon otthonában. Fizetett ellenség. Jaj, csak már ne látnám azt a ronda szőke pofáját! Megváltás lenne! És a többiek? kérdezte Vizi szórakozottan. Hagyd el, a többiek se különbek. Viziné nagy lélegzetet vett, tiltakozni akart, de egyelőre inkább magába folytotta felháborodását. Soha, mióta az eszét tudta, nem látott ilyen komizdögöt. Ez olyan volt, mint a lajhár. És szemtelen, és erkölcselen, és közönyös, főkép közönyös. Úgy járt a lakásban, mintha az övé volna, és semmi közese volna azokhoz, akik itt élnek. Ha reggelente megkérdezte tőle, hogy mit főznek, Pimaszul elbígyeztette a száját, csak annyit felelt. Nekem ugyan mindegy. Ki hallott ilyet? Ácsorogni sohasem akart. Viatorisnál a fűszeresnél ő neki magának kellett sorba a többi koszos cseléddel, órákig strázsálni tizenöddek a zsírért, míg lába le nem rogyott a fáradtságtól. Katica addig mulatni ment a babájával, azzal az untok, tetovált karú hajós legényel, a haklajossal, aki annyi pénzt költött rá, nem tudni honnan. Pedig beszélt vele szépen is, pirongatta, feddette, parancsolt is neki. Minden hiába. A szó egyik fülén be, a másikon ki. Törődött is avval, hogy olyan gyönge, hogy a batyúzásban tíz kilót soványodott. Bánta is ez, hagyta őt dolgozni, szaladgálni, padlót vixelni a gyalázatos. Hát a többi. Kezét ölébe sülyezve mártír arccal tűnődött, mint akkor, amikor egyedül emésztődött. Azon gondolkozott, hogy a többiek csak ugyan jobbak-e, az, aki Katica előtt szolgált, semmi esetre. Hering Luizika lopott, mint a szarka. Mindent lopott, de legjobban a zsebkendőket szerette. El is küldte azonnal, utána inkább nem vett lányt két hónapig. A pesti iparoslányok általában lopnak. Egyik elemelte aranyóráját, melyet boldogult édesanyjától örökölt. A másik kifejtette dunyháit, elcsend belőlük közel három kiló lúttollat. A parasztok, mint Varga Őrzsi, dolgoztak, de befőtteket, fűszereket küldözgettek haza. Aztán ettek, Jézus, hogy ettek! Fölzabálták volna az egész házat. Még takarítás közben se tették le kezükből a kenyeret. Igaz, néha akadt egy tűrhető is. Azt azonban az anyja nem engedte szolgálni, vagy a nénye bolondította meg, pár nap múlva elcsalta. A svábok? Azok tiszták, de megbízhatatlanok. A tótok? Azok szorgalmasak, de buják. Karolin egyszerre két szeretőt tartott, egy gyalogos őrvezetőt és egy már nem fiatal, ismert novellaírót, akit nyaralásból hazajövett szalonnyug díványán találtak. Ki tudja, mi lakozik bennük. Például a Lidi, az a rút Lidi, az a kis pesztonka, feje búbián azzal a kackiás kóckontjal, Senki se hitte volna, csúnya volt, mint az éjszaka. Egy reggel mégis a konyha vértől iszamos madracán feküdt, a vérveszteségtől elalélva hamuszín arccal már csuklott, mikor a mentők utolsó pillanatban elszállították. Tiltott műtétet hajtatott végre magán. Összeállt az mindenkivel. Ha borért, sörért szalasztották, a kapuajban ölelkezett. Ő volt a kristinai boltosinasok démona. Aki nem szajhálkodott, az rengeteg kárt okozott. Összetört a mosdót, vasalás közben kiégette ingeit, reggeltől estig kornikált. A horvát kertben kószált, színházi lapokat olvasott, ábrándozott, eszményi szerelemre gyulladt a budai színkör tenoristája iránt. Ez plegykált, az válogatott, nem evet főzeléket, süteményt, pecsenyét akart. Mint ők, folyton a régi helyéről beszélt, ahol a reggelihez is császárhúst kapott. Igen, a mennyei Margit is ilyen díszes firma volt. Csak az ujjahegyével hegyével érintette a tárgyakat, mintha attól félne, hogy bepiszkitja magát. De azért piszkos volt a lelkem, szerette a mocskot, mindig újnyi vastag por hevert a bútorokon, poharai ragadtak, kést, villát zsírosan dobta a fiókban. Szerencsére nem sokáig boldogította. Csak hogy mások is hamar elmentek meg sem elegedett helyük, fél évnél tovább senki sem maradt. Ökrös Mihályné csak két óráig, inkább duplán visszaadta a foglalót. Kísérletezett pedig mindenkivel. Kivett az árvaházból egy leányt, hogy fölnevelje, hanem az szemtelenkedett csak igazán. Három hónapig se bírta ki vele. Hálát adott az Istennek, amikor botrányos jelenetek után megszabadult tőle. És a Mari, és a Viktor, és az Ilona, a tulipán Ilona, és az Emma, a zakariás Emma, és a böske, a rózsás böske. Azon töprengett, melyik is az a rózsás böske. Nőket látott maga előtt, szőkéket és barnákat, soványakat és kövéreket, akik húsz éves házassága alatt megfordultak házában. Már összetévesztette egyiket a másikkal. Egy fejet lelt, ehhez a törzset kereste. Egy törzshöz viszont a fej hiányzott. Kutakodott ebben a furcsa lomtárban. Aztán összecsapta az egészet. Hiába tartott szemlét, nem sok vigasztalót talált. Egyetlen valamire való cselédjére sem emlékezett. Mindegyik rászette, visszaélt bizalmával, s neki újra kellett kezdenie a kilincselést, a hajszát egy új lány után, mintha valami Isten átka volna rajta. Körülbelül igazat kellett adnia az urának. Az egyik tizenkilenc, a másik egy hiány húsz. Végül mégis az utolsón pihent meg, Katicán. Ezt utálta legjobban, mert mindig az itt levőket utálta legjobban, akik jelenlétükkel állandóan éreztették siralmas nyomorúságát. Az ura még mindig sétált a szobában, a tisztviselők holnapi gyűléséről értekezett, akik az új politikai helyzetre való tekintettel állást foglalnak. Viziné, mint egy mindentől távol gubbasztott. Arca elsötétedett. De vonásai egyszerre kisimultak. Valami fény sugárzott arcáról, mintha belülről átvilágítanák egy kis gégeorvosi orvosi villamos lámpással így szólt. Volna egy új lány. Nagyszerű, betette oda vizi. Nagyszerű, gúnyolta az asszony. Ide se figyelsz. Dehogy nem, ki ajánlotta. Ficsor. És mikor áll be? Egyelőre helyben van. Hol? Itt, nem messze, az Árok utcában. Kinél? Valami bartoséknál? Ki az a bartos, tűnődött Vizi. Bartos, bartos, vár csak. Csodálkozva jelentette ki. Nem ismerem. Hát, hogy ismernéd, tört ki Viziné, aki ma nem bírta el az ura Katuska modorát. Miért akarsz te mindenkit ismerni? Különös vagy. És mi a foglalkozás ennek a barteknek? Először is Bartosnak, javította ki az asszony. Bartos, szemlész. Különben fogalmam sincs, hogy micsoda az a szemlész. A finánc, pénzügyőr, aki egy pénzügyi csoportot vezet, vidékre küldik ki. Igen, ez is folyton úton van, özvegyember, két gyerekkel. És a lány? De Derék jóra való szorgalmatos lány? Tudom is én, annyira tudom, mint te. Ficsor azt állítja, hogy kitűnő. Akkor mondj föl a katicának. Hogy megint magamra maradjak, köszönöm. Hát akkor nem mondj föl a katicának. Ficsor, szólt az asszony keményen, egyelőre csak annyit közölt, hogy esetleg meg lehetne szerezni. Esetleg, hangsúlyozta. El kell csalni. Nem olyan könnyen megy az manapság. Aztán ki tudja, lehet, hogy rosszabbat vásárolok be. Vizi unta a vitát, mely körbeforgott, de ő se bírt kilábolni belőle. Miért nem veszel mást? Neked már többen ajánlottak cselédet. Kicsoda? A moviszterné. A moviszterné hallgasson, az csak sopánkodni tud. Jaj, de sajnálak, édesem, hogy mindig ilyen lányokkal vesződöl. Várj, majd én küldök neked egyet. Két éve hiteget így annak csak a színházakon jár az esze, a főpróbákon, meg az Adi Matinékon. És a Drumáné? Az, tudod, irígy Boldog, hogy ilyen bajban vagyok. Lejön ide gyönyörködni a katicában. Ő persze könnyen beszél. Az ő stefie, ha bolond is, mindent elvégez. Még a gyereket is dajkája. Moviszterik etelje húsz éve szolgál a doktornál, annál a beteg embernél. A rendelőjében is segít. Az asszony sincs otthon. Fele annyi bértad, mint én a katicának. A kos se jobb, mint nálunk. De hát marad, Isten tudja miért. Szerencsek el hozzá. Ehhez is szerencsek el, mint mindenhez. Némely embernek van szerencséje, nekünk nincs. Nem tudom, mit vétettünk. Ah! Sohajtott s lassan szedegette ki hajából teknős béke hajtűit. Az ember csak eszi a mérget, fizeti azt a tenger bért, folyton vesződik. Nem érdemes élni. Vizi is elkomorult. Azt indítványozta, hogy feküdjenek le. Tízre járt. A villany az ebédlő leeresztett redőnyein kiszüremkedett. El kellett oltani. A vörös katona megláthat júliusban egyszer fellőtt az ablakukba. – Miért nem jössz? – unszólt a férje, aki már a hálóban vetközött de az asszony csak állt a hálószoba küszöbén dermetten. Na, tessékelte befelé vízi, mi bajod? Kise ideges vagy. És elcsodálkozott. Gyerek vagy, mindig ezek a cselédek, örökké a cselédek. Micsoda kicsinyesség. Mondd, hát érdemes, egy cseléd miatt. Nem szégyelled magad. Viziné bejött a hálóba, vetette az ágyakat. Az ura akkor vette észre, hogy sír. Angéla. Csitította, és egy székre ülve nézte, hogy rakosgatja a vánkosokat, arcán a nagy-nagy csillogó könnyekkel, mint a moziban aztán Nielsen. A te idegzetedet is megviselte ez a szörnyű kor, mint mi nyájunkét. Nem csoda, pihenned kell, de most vége, új korszak kezdődik, egészen új, boldog korszak megváltozik az élet. Élünk, újra élünk, nem közönséges nap a mai. 1919. július 31-e. Történelmi nap. Viziné a haját fátyollal kötötte le éjszakára. Mindketten lefeküdtek a széles hitvesi ágyakba, Melyek már régóta csak az alvásra szolgáltak. Vizi elkattantotta a lámpa allantyúját. Sötétség hullt rájuk, árnyékok hullámoztak, a bútorok körvonalai összeolvadtak a falakkal. Vizi riadtan ült föl ágyában. Ágyúznak, suttogta. Nem, mondta Viziné, aki szintén fölült. De igen, a vérmező felől. Már csak a csönd reszketett. Autók zúgtak a várba vivő úton, mely politikai változások idején ütőérként méri a város és ország idegességét. Kutyák ugattak. Talán egy autó gumia, magyarázta Viziné. Aludj! Az utóbbi hónapokban eleget hallottak éjjel ágyúszót. Úgy tudtak aludni mellette, mint a harctéri katonák. Az asszony pár perc múlva megszólalt. Azt hiszem, mégiscsak meg kell próbálni azt a lányt. Meg kell próbálni, ásított vizi. Úgy teszel, ahogy akarsz. Próbáld meg. Szervusz! Aludj! Egy darabig vízszintesen levetkőzve feküdtek egymás mellett a vékony nyári paplanok alatt. Majd különös fénygyulladt csukott személyeik mögött. Hirtelenül fölálltak, elváltak egymástól, áthágva szobák falait, évek messzeségét, különböző irányokban bolyongtak, nekik is ösmeretlen ösvényeken. Imár teljesen felöltözve, mindenféle regényes színpadi jelmezekben. A mindennapi csoda történt meg. Álmodtak. Negyedik fejezet. Különböző izgalmak. Vizikornél óvatosan aludt. Összegombolyodott, mint a sűn hogy minél kevesebb helyet foglaljon el. Párnái fehér fedezéke mögé bújva kétértelmű kijelentéseket tett, mosolygott halálos ellenségeire a forradalmárokra. Még álmában is taktikázott. Amint reggel kinyitott a szemét, mint azok az emberek, akiknek előző napon valami örvendetes fordulat megváltoztatta rossz és kilátástalan életüket, gépiesen az elmúlt gondon töprengett, mert amíg aludt, elfelejtette, hogy mi történt tegnap. Paplanán erre fölfedezte a valóságot. Ráismert a már régi örömre, mely közben megszilárdulván még újabbnak, még érdekesebbnek tetszett. Ekkor teljes hosszában kinyújtózkodott és talpra ugrott. Éjeli szekrényén egy pohár víz csillogott, mint a folyékony ezüst. Reggeli nélkül ment ki az utcára akik pár nappal ezelőtt látták, utána fordultak. Egy régi divatlap figura támad föl holtából. Galamb szürke ruhát hordott, patyolat fehér inget, kifogástalan nyakkendőt. Jobbra-barra köszöntötték ismerősök, ismeretlenek. Sikorgó gombos cipője körül úgy szikrázott a verőfény, akár a kézigránát, melyet eléje dobtak, s az felrobbant, befröccsentve egész alakját vidám aranytűzzel. Felesége még lélegzett nélkül viaszkhalvány arccal aludt. Ő nem így ébredt. Rettenetes meglepetés várta. Azt, amit tegnap este mondott, hogy Katica majd hajnalban jön haza, maga sem hitte komolyan. De mikor kilenc órakor fölkelt, látta, hogy az asztal nincs leszedve, még mindig ott a tegnap esti fincsa a piszkos tányérral. A konyhába hiába szaladt. Itt a tábori ágyat összehajtva találta a sarokban, lószörpokrócával letakarva. Szobáról szobára bolyongott, nem lelve helyét. Torka elszorult a keserűségtől, nézte az ő szalonját. A zongorát sarokba tolták, tükrök hevertek rajta kendőkkel beterítve, mint halálesetek alkalmával. Alatta a ruhás kosarak. Benn az ebédlőben a szennyes láda, egyik ajtónál a rozoga előszoba szekrény, hogy a prolik elől el lehessen torlaszolni. Miattuk egészen földult otthonát. Most a reggeli világításban ez a zsibvásárszerű lakás az ostromállapot minden borzalmát éreztette. Sehol egy függöny, egy festmény. A kopár falakon csak a feszület, melyet férje tiltakozása ellenére sem engedett levenni, meg a pohárszék mellett az a fotográfia, mely piroskát ábrázolja, Egyetlen hat éves kislányát, aki gyertyák virágok közt fekszik a ravatalon. Piroska már az első elemibe járt. Egy áprilisi délelőttön hazajött az iskolából, fejfájásról panaszkodott, ágyba fektette őt, s mire bealkonyodott, már kiterítették. A fertőző vörheny pusztította el, hat óra alatt. Az ura elment, megint járt-járt a világban, a maga dolga után, a maga kalandjai után. Tudta róla, hogy csalja őt. Vizéné a kislány halála után szanatóriumba került, ott élt évekig. Akkor hidegedett el iránta a férje. Azóta csalta őt, udvariasan és finoman, de folytonosan csalta. Aztán az a bestia se jött még haza. Minden szomorúságát ebbe ölte bele. Kezébe kapta a tolseprőt, söpörgetett, hogy a munka lázában felejtse bosszúságát. Közben arra gondolt, hogy majd mivel fogadja. Katica ezen az éjszakán a Triesti nőben mulatott a hajós legényével. Csak tíz felé érkezett, kócosan, álmosan, száján az elmaszatolódott pirosítóval gyönge borszagot árasztott. Viziné fékezve magát, de az izgalomtól reszketve közölte, hogy fölmond, 15-én mehet. A lány, mint a szemtelen emberek, akiket egyszerre hatalmasan pofon csapnak, ezúttal nem feleselt, némán fogadta a fölmondást, kivette az asszony kezéből a tolseprőt, folytatta a takarítást. Önérzetén esett sérelmet azzal akarta helyrehozni, hogy legalább dolgozott. Az asszony csak most riadt meg igazán, hogy előtte a teljes bizonytalansággal elküld egy cselédet. A kocka el volt vetve. Úgy érezte, hogy űr veszi körül. Lesietett Ficsorhoz. Ficsor épp akkor emelte le házuk homlokzatáról a vörös lobogót, azzal foglalatoskodott, hogy a rossz papírszövetet a zászlórúdra göngyölte. Viziné karonfogva vezette fölfelé. A házmester, noha vele volt a méltóságos asszony, kopogtatott az ajtón, többször megtörölte lábát a sártörlőn, mielőtt belépett volna. Ő, aki nemrég még a nemzeti kaszinóban berendezett népkonyhán ebédelt, elfogultan jártott, ahol azelőtt oly fesztelenül mozgott. Sok volt a rovásán, s ezt tudta. Azok közé tartozott, akik ebben az időben öreg marxistáknak nevezték magukat. Dicsekedett, hogy már húsz éve fizett pártadót, a vörös arisztokráciához számította magát, erre büszkébb volt, mint a grófok az ő évszázadokra visszanyúló családfájukra. Természetesen ő lett itt a házbizalmi is, Beszette a házbért, végrehajtotta a szovjet kormány rendelkezéseit, óva intette a burzsujokat az összeesküvéstől, veregette mellét, mutogatta lötyögő lábait, melyek az emelet járásban koptak el. Azt revesgették, hogy két pár sárga cipőt utaltatott ki magának első osztályú élelmezést, míg a úrnak, mint szellemi munkásnak csak másodosztályú élelmezést dukált. De a legnagyobb bűnének azt tartották, hogy azon az emlékezetes napon, amikor vizinét elhurcolták a parlamentbe, szánt szándékkal eltűnt a házból, csak késő este vetődött haza, és Vizi, aki pártfogását akarta kérni, hiába várta a házmester lakás konyhájában. Viziék nem is csináltak abból titkot, hogy adandó alkalommal kitörik a nyakát. Most a nyakát tapogatta, meg a fejét, az ő ütött, kopott fejét, mely olyan volt, mint az alma, melyet viharok után kosár kosárszámra szinte ingyen szoktak vesztegetni a piacon, hiszen annyi van belőle. Viziné szeretetreméltóan leültette és a karjára tette kezét. Nézze, Ficsor! Most segíthetne rajtam. Okvetlen, hozza el azt a lányt. Én már föl is mondtam az enyémnek. Hálás leszek érte. A házmester ugrott, hogy megragadja a szabaduláshoz vezető kilincset. Viziné tartóztatta. Szóval már három éve szolgál Pesten, de hát hogy van, hogy eddig sohasem láttam maguknál? Mert az ilyen kezit csókolom, sehova se jár, nem lehet azt se látni, se hallani, nagyon csöndes de remélem erős, bírja ezt a négy szobát. Az, akár nyolcat is, falusi lány. És megbízható, majd megtetszik látni. Én nem sokat beszélek, csak annyit mondok a méltóságos asszonynak. Svicor elnémult. Mit? Hogy meg lesz vele elégedve. A házmester délben érkezett vissza jó hír mosolygott bajusza alól. Beszélt a lányjal, hajlandó beszegődni, holnap el is jön, hogy megállapodjanak. De másnap nem jött el. Olyan események következtek be, melyek mindent fölborítottak. Budapestet megszállták. Nem úgy, ahogy Tatár Gábor és Vizi jósolta, hanem a románok vonultak be, átkelve a Tiszán, dacolva nagyhatalmak tilalmával, maguk vették birtokba a várost. Vadonatúj egyenruhákban feszítettek az éhes, lerongyolódott pestiek között, mint egy kiöltözködve erre a históriai vendégszereplésre. Trombitáig fülsiketítő lármával recsegtek, egyetlen lépésre tettek-e hatalmas, égnek fordított hangszerek nélkül, melyekkel nyilván Trajánus császárt, a római kohorszokat, a világverő légiókat igyekeztek a döbbent, megalázott ország emlékezetébe idézni. Ezt sem a magyarok, sem a románok nem bírták volna elképzelni soha, legvadabb lázálmaikban sem. Meglepődve pillantottak egymásra, csodálkozva azon, hogy mi is történt. Hihetetlen volt. A magyarok látták ablakaikból, hogy már román autók cikáznak az utcákon, de nem hitték el. Maguk a románok se hitték el mindjárt. Főpincére kugrottak előjük alázatosan, liftes fiúk kalauzolták őket a felvonókon, arra mentek, amerre kedvük tartotta. Kisé zavarba jöttek mint aki álmodik, hogy hirtelenül egy meseországba téved, és érzi, hogy vágya előtt nincs semmi gát. Eleinte nem tudták, mit kívánjanak, és gyerekes móhóságukban az értéktelen, mutatós holmit választották az értékes helyett. Mindenek előtt leszereltették a magánlakások telefonjait. Két hadiszekér megtetejezve telefonkészülékekkel, elszakított drótokkal végig döcögött a Krisztina körúton. Majd váratlanul megjelentek ruharaktárakban, gyárakban, kórházakban, ahol egy megtört öreg magyar fogadta őket, az igazgató régi módi szalonkabátban és kezdetleges franciássággal majdnem sírva dadogta el előre betanult udvarias tiltakozását, a nagyantántra hivatkozva, de a tiszt csak egyet intett, mire nyíltak az ajtók, már is vitték a ruhákat, a gépeket, a betegek köpenyeit és lepedőit, jóvá tételi összegül, hadisarcul. Másrészt őrködtek a polgárok épsége fölött. Megtoroltak minden kísérletet, mely a magán magánvagyon vagy a közbiztonság ellen irányul. Sorra járták a házakat. Bilincsbevert sápat terroristákat kísértek, akik fejüket mélyen lecsüggesztették. Megkezdődött a tánc, a nagy tánc, melyről Ficsor beszélt. Vizi Kornél háza átvéve e történelmi napok idegességét úgy zengett, mint a köpű. Most Druma, a Daliás termetű ügyvéd rohant föl, és aktatáskájával hadonászva újságolta, hogy elkergették a szociáldemokrata kormányt, polgári kormány vette át az uralmat. Most drumáné, sikoltozva hozta be az utcáról karonülő kisfiát, mert ott valami verekedés támadt. Most eteladta hírül, hogy egy kommunistát megint Isten igazában helyben hagytak. Most Movister doktor rendeléséről távozó szív- és tüdőbetegek politizáltak víziék ajtaja előtt. Most Steffi szónokolt, a drumáék ellenforradalmi cselédje, aki mosogatás után népgyűlésekre járt, és hazajövet lázas arccal mesélte el, mit hallott, és a második emeleti folyosó karfájára hajolva kiabált, hogy minden szocit föl kellene kötni. Viziné csak néha lépett ki ebbe a bomolt lépcsőházba, hogy ficsort keresse. Mondja, milyen vallású az a lány? Katolikus, méltóságos, azt mondja, katolikus! Ezt helyeselte. A katolikus lányok kedvesebbek, szerényebbek, nem olyan nyakasok és követelőzők, mint a reformátusok. Igaz, hogy a katolikusok könnyelműek, folyton énekelnek, hamar elzüllenek. Ha egyszer gurulni kezdenek a lejtőn, akkor nem lehet őket megállítani, a mennyországból lezuhannak egyenesen a pokolba. Egyszer a Kristina téren csípte el a házmestert. És hol született? Kajáron, az Ányom lánya, mondtam, Balatoni. Az asszonyra ez is kellemesen hatott. Valamikor, hogy a kislánya még élt, Balatonfüreden nyaraltak. Erre a nyárra, amely csupa gyermekkacaj, hullámza és cigány muzsika volt, boldogan gondolt vissza. Aztán úgy emlékezett, hogy valakitől dicsérni is hallotta a balatoni lányokat. A heti piacon ficsornét fogta meg. Igaz, mi is a neve? É, csodálkozott a termetes asszonyság. Még nem is tetszik tudni? Anna, Anna, ismételte Viziné, és a puha kedves nőnevet rokon szemvesnek találta, mert eddig soha se volt sem Anna nevű cselédje, sem Anna nevű rokona, ami feltétlenül zavarta volna. Anna, mondta még egyszer, és a szó megnyugtatta. Úgy hult rá, mint valami fehér, mint a manna. Ficsor megtett mindent, hogy rokonát elcsalja. Nyomban munkába állt, s feleségével fölváltva futkosott az árok utcába. Tudta, hogy mi a tét. Délelőttönként látta a kommunistákat, akiket ebrúdon dobtak ki a hivatalból. Egy fiatal ember a kapujuk előtt haladt. Halántékáról vékony eleven pántlikaként szivárgott a vér, zsebkendőjével törölgette. A házmester ilyenkor megkettőzte buzgalmát. Ez azonban nem sokat ért. Egyelőre csak Cifkánéval beszélhetett, Bartos sógornőjével, aki a szemlészéknél lakott. A szemlész nem volt hajlandó elengedni a lányt, csak úgy, ha Ficsor újat hoz helyette, aki épi megfelelő. Annának is hiába rágták a fülét. Az ötölt, hatolt, nem egészen értette, hogy miről van szó, meg aztán sajnálta a gyerekeket, a bandikát és pistikét, akiket nagyon megszeretett. Azért megígérte, hogy majd elnéz hozzájuk. De nem állt a szabát. Később azt mondta, hogy meggondolta. Viziné szemrehányásokat tett. Miért nem hozza már el, legalább látni szeretném? Ma mosás van. Hát mosást is vállal? Hogy ne? Mos vasal, még pedig hogyan? Máskor ez volt a kifogás. A gyerekeket vitte sétálni. Bandikát? kérdezte az asszony, aki némileg már ismerte a családi viszonyokat. Azt, a négy éveset. Nézze, ne hitegessen, beszéljen őszintén, nekem biztosan tudnom kell, hogy számíthatok erre. Számíthat, méltóságos asszonyom, őszintén beszélek. Aztán a házmester eltűnt szeme elől. Túlórázott a postán, otthon csak pár percre inkognitóban jelent meg, bújdosott. Ficsorné mindig azt mondta, hogy épp a lánynál van. A hónap közepe veszedelmes gyorsasággal közeledett. Viziné már azzal a gondolattal foglalkozott, hogy megtartja Katicát, aki a fölmondás után, mióta tudta, hogy nincs végkép hozzáláncolva, már nem is látszott olyan ellenszenvesnek. Katica elszegödött egy drogistához, 15 ére be kellett állnia. Nyilvánvaló volt, hogy cseléd nélkül marad most, télvíz előtt, ebben a tébolyult világban, az ura még komorabb lesz, megint nem fogadhatnak vendégeket, nem járhatnak sehová, mint a Héring Luizika után, abban a keserves két hónapban, melynek emléke Lidérc nyomásként feküdt mellére. Annáról úgy látszott, le kellett mondania. De elhatározta, hogy azért se hagyja magát. Nem hiába volt huszár ezredes a boldogult édesapja, s katona mind a két nagyapja, katona energia lakozott szívós testében, melynek most ősei századok távolságából is erőt adtak erre a várostromra. Nyakába vette a várost. Egész nap talpalt. Elhanyagolt ismerőseinél érdeklődött, nem tudnának-e valakit. Többnyire egy szánakozó mosolyt kapott válaszul. Ekkor végigjárta a kálváriát, melynek már unalomig ismerte minden állomását. Először is a rendőrségre futott. A rendőrségnek másban fájta a feje. Került, fordult a tolonckocsi, gazdag ember rakományát hozta vitte. Künn az udvaron, festetlen falócákon szorongtak a gyanúsítottak, Gyermek és aggastyán kommunisták, nők, rongyban és sejemben, kisírt szemmel várva sorsukat. Viziné a cselét kapitányhoz küldte be névjegyét. Azt tudta, hogy mit és soron kívül fogadta. Bizonyos fásult részvédtel tekintett rá, mint idegorvos a gyógyíthatatlan betegére. Kicsit vigasztalta, majd a cselédszerzőhöz utasította. Nem sok reményel vágott neki ennek az útnak sem. Inkább csak azért, hogy kisé tájékozódjék. A bádok cégérek kék-piros-zöld kockákban hirdették a szakácsnőket, a szobalányokat, a szoptatós dadákat. Minden rendű és rangú cseléddel már rég letűnt kánoáni bőséggel kérkedve, akár az üres vendéglők, melyek aranybetűs üvegtáblákon hívták fel a közönség figyelmét, hogy a nap és éjjel minden órájában friss ételek kaphatók, vagy a trafikok, melyek bel- és külföldi dohányárukkal dicsekedtek, de csak szipkát és öngyújtóhoz való tűzkövet árultak. Budán egyáltalán nem volt lány. Kerületről kerületre járt, míg a Ferencvárosban talált néhányat. Hajlongva jött elé a cselédszerző, ezt már régen ismerte, mint minden cselédszerzőt, halvány, ravazdi, csirkefogó alak volt, ezüst óralánccal mellényén. Minden úrnőnek hízelget, minden cselédet hölgynek nevezett az üzlete érdekében, suttogva ajánlott a portékáját. A facér nőszemélyek a fal melletti szalmaszékeken trécseltek, mint petrezselymet áruló kisasszonyok holmi iszonyú bálban. Mikor belépett, elhallgattak közvetlenséget igyekeztek arcukra erőltetni, és közönyt arra gondolva, hogy kettőn áll a vásár, de azért nem bírták levenni szemüket erről az ismeretlen nőről, aki talán mégis a sorsuk lesz, és egyben bámulták és figymálták. Csak egy tekintetet vetett rájuk. Megállapította, hogy ez már a kimustrált rusnya anyag, mely végeladás után marad a letarolt boltban, az, ami már senkinek se kell. Ki is küldi föl lányát szolgálni most, amikor a pénznek semmi értéke? Amikor a parasztnak annyi a zsírja, hogy belé fullad, és gyermekei zongorázni tanulnak? Kíváncsiságból néhány próbát tett. Az egyik, akit megszólított, ülve felelgetett, Keresztbetett láppal, A másik fölkelt, de megalázott arcára nyomban a gúny lárváját öltötte. Maga kérte vissza a könyvét, a többiek illetlen vigyorgása közben, akik lögdösték egymást, s ösztönösen félrehúzódtak vizinétől. Egyetlen jött volna szívesen egy ősz, hatvan éves, tésasszonyszerű, méregkeverő arcú szakácsnő, ez a cserétszerző szerint a legjobb vidéki vendéglőkben főzött, vállalta volna a padlóvigszelést is, de már gyenge volt fáradt, s energiáját rég otthagyta a kecskemét és a ceglédi vendéglők moslékdézsáiban. Mit kezdjen ilyennel? Csüggetten bámulta az asztalt, melyen a hangulat emelésére bazári brigben légyköpött papírrózsák virítottak. A helyiség levegőjét a cselédek női kigőzölgése elnehezítette. Este megfájdult a feje. Az a heves, féloldali fejgörcs jelentkezett, mely már rég nem gyötörte. Törülközővel kötötte körül homlokát, s a sötét szobában azon gondolkozott, miért is izgatta föl magát annyira. Nem a kudarc hangolta le, hiszen arra elkészült. Valami önvádféle furdalta, hogy hűtlenné lett Annához. El akarta árulni. Ott akarta hagyni másokért, és most föltette, hogy törik szakad, mégis megszerzi őt. Ötödik fejezet Minisztérium és misztérium ezt a hősi küzdelmet egyedül vívta meg. Az urával még azt se tudatta, hogy fölmondott Katicának. Titokban kereste föl Drumát is, akinek ügyvédi irodája már benépesült a kárvallott kommunisták rokonaival, mert híre terjedt, hogy micsoda ellenforradal már, s védelmét mindenki rá akarta bízni. Az ifjú ügyvéd különben is piros arca lángolt a história ő Ficsort készörömest becsukatta volna, legalább öt évi börtönt helyezett kilátásba, de a cselédügyet meglehetősen homályosnak vélte. Minden esetre levelet gépelt, melyet ajánlottan küldött el Bartosnak, fölszólítván, hogy a lányt a törvény értelmében haladéktalanul engedje el. Vizi csak azért járt haza, hogy behányja magába az ebédet vacsorát. Zorda nevett, idegeskedett, egy szót se szólt. Nem ismerte volna őt így csipcsup ügyekkel háborgatni. Ha megkérdezte tőle, hogy hová megy, honnan jön, csak ennyit mormogott. Minisztérium. Olyan rejtélyesen, mintha ezt mondaná. Misztérium. Valóban az urának ez volt a titokzatosság, a közélet, a politika nagy távlata, és ami kívül esett? oly potomság, hogy nem is érdemes vele foglalkozni. A minisztérium ódon sárga épülete meghidzalja a Valahányszor átlépte küszöbét, édes bizsergés csiklandoztas, már a lépcsőn feltűnt arcán az a kenetes, önérzetes mosoly, mely azt jelentette, hogy itt ugyan minden a közé, de tulajdonképpen csak az övé, és ő itthon van, sokkal inkább, mint lakásában ismét köszönt a portás. Jól fésült titkárja az előszobában fogadta, már osztályozta, megrostálta látogatóit, akiket még egy gondos selejtezés után engedett színe elé. Ezeket Vizi leültette, s rendszerint bocsánatot kért, hogy nem mindjárt lehet rendelkezésükre. Panaszkodott a sok dolog miatt. Kedvenc szavajárása volt, hogy meghalni sem ér rá, Nyomogatta az íróasztalon álló csengettyű billentyűzetet, mint egy zongoraművész. művész. Hivatalosan beszélt a vidékkel, behivatta referensét, ettől elkért egy aktát, fejcsóválva olvasta, vitatkozott vele barátian, de fölényesen, hogy hatalmát az idegenek előtt is éreztesse. Aztán vendégei felé fordulva megkérdezte, nem parancsolnak-e egy szivart? Az igellő válaszra kulcsait előkotorázta hátsó zsebéből, kinyitott egy asztalfiókot, nem sietve, hogy késleltesse a beteljesülés pillanatát, majd a doboz aranyozott fedőlapját félrehajtva eléjük tárta a szalagos szivarokat, melyek a reprezentációs szivarokhoz tartozván karrierjét voltak hivatva előmozdítani. Amíg tűzzel szolgált, lelkében elintézte, hogy egyel kevesebb szivarja van, s az aranyozott fedőlapot visszahajtva a dobozt ismét elzárta. Szerette ezt a szertartásosságot, és szerette a hivatal szellemét is. Délfelé kongott a harang, hirdetve, hogy megérkezett a miniszter. Az épület szinte templommá változott. Még a komoly állami fák is ünnepibben álltak az udvaron csinos vasrostéjaikban. Láttad, kérlek, a kegyelmest? Jó kedvében van ma? Pénzt akarok kunyorálni annak a szerencsétlen iparkamarának. Szervusz, kegyelmes uram! Szervusz, méltóságos uram! A legalázatosabb szolgád vagyok! barátai vették körül, akik előbújtak a bécsi ellenforradalmi tanyákról, vidéki birtokaikról, mind úri emberek testben és lélekben, mind kimosdottan és szagosan, az ődök kolony és a purzsicsán dohány illatát lehelve. Ölelgették, veregették a vállát, ünnepelték, mert valamit hallottak, hogy elcipelték a parlamentbe. Ők is panaszkodtak, hogy mennyit szenvedtek, hogy mit raboltak tőlük azok a gonosztevők. De mégis éltek és együtt voltak. Tegeződtek fiatalok az öregekkel, a második fizetési osztálya nyolcadikkal, mint egy nagy család gyermekei. Valami bájos atyafiságos érzésben olvat föl itt mindenki folyton szolgálatra készen a hivatalban és hivatalon kívül, megadva a titulust és respektust mindenkinek, katonai fegyelemmel és bizonyos önfegyelemmel is, abban a tudatban, hogy minden kölcsönbe megy, s később a ranglétrán bárki eljuthat a legmagasabb fokig. Ez volt az ő világa. Több, mint az otthona. A mindene. Vizi kitűnő hivatalnok volt, szorgalmas, lelkiismeretes is. Ezt a föllebb valói és alárendeltjei egyaránt elismerték. Még a szociális érzés se hiányzott belőle. Ha ügyes bajos emberek fordultak hozzá, tüstént írta az utalványt valamely szervhez. Olykor maga is áldozott a módjához mérten egy árvaház egy szanatórium fölállítására. Nem tűrte azonban, hogy egyénileg zaklassák. Mert akkor mire valók a hivatalos intézmények? Azzal sem lehetett vádolni, hogy visszaéléseket követett volna el. Közpénzekből egy sikkadt kattel a kezén. De bolondja és balekja lévén a szívességtevésnek abban a reményben, hogy szívességét viszonozzák régi ismerőseinek, iparosoknak, kereskedőknek, megrendeléseket, különböző engedélyeket eszközölt ki, akik ezt azzal hálálták meg, hogy nem hagyták fizetni, mikor üzletükben vásárolt. Ezen ő minden alkalommal megütközött, helytelenítette is, de fájt volna, ha a várt meglepetés elmarad. Neve napján a régi híres kornél napokon a különböző iparágak, kereskedelmi cégek kisebb-nagyobb ajándékokkal kedveskedtek. Húst küldtek, tortát, likört, úgyhogy bőségesen kitelt a vendégséges asztal. Egy-egy gyűrűt, egy-egy ezüstórát is kapott, melyet puritánságára való tekintettel nem használt, csak az üvegszekrénybe zárta, s bús pillanataiban nézegette. Ezek az ajándékok közel sem értek föl a nekik tett szívességekkel, de jól estek, növelték önérzetét, bizonyos fakó költészetet árasztottak életére. Most is ezeket a barátságokat ápolgatta, ezeket az érdekszálakat bogozgatta a polgári kaszinóban, a bizottsági üléseken, a pártvacsorákon éjjel-nappal. E mozgalmas időkben akart ugrani egyet azon a ranglétrán, melynek legmagasabb fokán már tíz éve megtorpant. Egy este vacsorára volt hivatalos az államtitkárhoz. Vizi ilyenkor nyájas szalon emberré lett. Még feleségével is elbeszélgetett. Ezt az alkalmat használta föl Viziné, hogy beavassa őt. Mielőtt elmentek, a házmester lakásba csalta. Vizi már másképp tárgyalt. Nem ismervén az ügy ezer ága bogát, oly fölényesen léphetett föl, Mintha a minisztériumban egy elintézetlen aktát sürgetne valamelyik hanyag fogalmazójától. Felesége büszkén tekintett rá. Mégiscsak más az, ha egy férfi beszél. Csak ennyi volt az egész. Mi van azzal a cseléddel? Nekem megígérte, méltóságos uram. Ha megígérte, akkor jöjjön és teljesítse kötelességét. Jönne az, de eddig az úr nem akarta engedni. Hogyhogy? -hogy? Fölmondott a cselédje és elfogadta? Akkor ehhez nincs joga. A törvény világosan meghatározza a gazda és cselét közti jogviszonyt. Ezt föltétlenül respektálni tartozik. Igen, szólt Ficsor áhítatosan a latin szó hallatára. Szóval velünk ne bolondozzék. Ha nem áll be a helyébe, rendőrökkel hozatom ide. Megmondhatja, rendőrökkel. Ficsornak és feleségének csak ez kellett. Úgy álltak, mint a villám sújtottak egymásra meredve. A börtön árnya húzódott végig lakásukon, kiterjesztették kezüket, mintha tiltakoznának a vád ellen, hogy ők valamit is elmulasztottak, de úgy is, mintha védekeznének a rájuk szakadó csapás ellen. Vizi befejezte mondókáját. Szégyelte, hogy ebben a csirkepőrben ennyire latba vetette presztizsét. Tekintetét körül jártatta a pincelakásban. A konyhán másfél méterre fölhúzódott a talajnyirok, tenyérnyi fekete rózsákkal cifrázva a falakat. Penészszak csavargott, áporodott nedves, melyel elvegyült a tűzhelyen piruló vöröshagyma bűze. Az ablak oly alacsony, hogy az utcai járókelőknek csak a térdüket látni. Itt várakozott ő, amikor feleségét a parlamentbe vitték, s ficsort leste hosszú-hosszú órákig azon az alacsony dagasztószéken, melyet most megfújtak neki, hogy leüljön, csak egy pillanatkára, hogy el ne vigye álmukat. De ő nem ült le. Piszkosnak találta. Attól félt, hogy beszenyezi szalonkabátját. Különben is úgy emlékezett, hogy akkor a konyha berendezése valamivel csinosabb volt. És akkor szinte meg is áhította azt a csöndet, azt a bibliai igénytelenséget. Egy dívány állt akkor valahol, melyre szeretett volna leheveredni. Ez lenne az. Ez a süppett, kérdemült dívány, amelyből csomvókokban lók a tengeri fű. Egy csempe bögre égtelenkedett egyik sarkában, meg egy piaci szatyor abból a májva szín bársonyból, mely valaha a máv első osztályos fülkeüléseit borította, de a forradalom után feltűnt itt-ott, a proletár anyák még bugyogót is vartak belőle növendékgyermekeiknek. Elámult-e kopárság láttán? Zsebkendőjét orrához tartotta, ideges pillantással sürgette feleségét az még egyre tárgyalt, kóvályogva, asszonyi tertelenséggel. Tehát beszéljen vele, kedves Ficsor, és mondja meg neki, hogy határozza el végre magát. Nézze, talán ígérje rá a bérére. Kell is annak bér, nem törődik az a pénzzel. Nem, villant meg vizinészeme. Hát mivel törődik? Talán szeretőket tart? Az, és Ficsor megfeledkezve a köteles tiszteletről, könyökével oldalba bögte vastag feleségét, s röhögött. Hallod, az Anna szeretőket tart! Ficsorné fölhúzta ajkát, kivillantotta a sárga lófogait, és úgy vihogott azon, hogy az Anna már, mint az Anna, szeretőket tart. Viziné kíváncsi lett. Talán a gyomrát szereti? Annyi teszik az, mint egy madár! De hát akkor mit szeret? A munkát, méltóságos asszonyom, mondta Ficsor. A munkát! Olyan lány az, mondta a házmesterné, hogy meg kellene aranyozni a kezét, és mosolygott, mint aki határozottan lát valakit. Viziné maga se tudta, hogy a két kijelentés közül melyik hatott rá mélyebben. A házmester velős, minden szólam nélkül való biztatása, vagy a házmesterné szinte költőjen egyszerű beállítása. Mind a kettő általánosság volt, de néha az általánosságban van a legtöbb tartalom, mert nem köti meg képzeletünket, és szabadjára hagyja csapongani. Katica még ott volt nála, de már csak félig. Hagyta, hadd csináljon, amit akar. Lakását se rakadta vele rendbe, Majdnem örömmel szemlélte, hogy gyülemlik napról napra a pora Amint Katica ásítva és álmosan eltehinkedett a konyhában, a másikat látta helyette, mellette és mögötte, aki majd mindent helyre pótol és fürgén, csodálatosan gyorsan mozog, mint egy tündér. Majd ő, aki csak a munkát szereti, a munkát és egyes nehezebb munkákat egyenesen rakott számára, mint holmi becses ajándékot egy kedvesünknek, akit különösen ki akarunk tüntetni. Mindent tőle várt. Mikor lehúnyt a szemét, megjelent az, akiről csak azt tudta, hogy meg kellene aranyozni a kezét. Az aranykezű cseléd, ez az aranykész pedig, mely mint egy tömör sárga aranyból volt, meg-megcsillant a homályban, s vezette őt tovább, tovább. Csak hogy történt valami. A románok átköltözködtek közvetlen közelükbe a Kristinába. Akikre első hetekben ájult meglepetéssel tekintett, úgy jártak háza előtt, mintha ott születtek volna. Annyira megszokta őket, hogy rájuk se nézett. Vasárnaponként a karcsú, fekete tisztek befűzve a parfümtől büdösen sétálgattak a bástya sétányon, egy Orfeum csillag társaságában. Kirándultak az Istenhegyre, a füvön uzsonnáztak alkalmi babájukkal, kodakjaikkal lefotografálták őket. A Philadelphia kávéházban magyar nótákat húzattak fülükbe, melyeket valaha erdélyi diákkorukban, mikor szerelmesek voltak, maguk is vágyakozva daloltak. A legénység a vérmezőn ütött szekértábort, Este a kondérokban vacsorát főztek, tábortüzek gyulladtak, s a budai szolgálók, akik már régen nem láttak igazi katonákat, csak a féle zöldkáderes lógósokat, meg vörös hektikásokat, körülállták őket. Katica Lajosát lecsípte a rendőrség, mint rovott múltú betörőt. A lány fogott magának egy románt, egy alig húsz éves havasalföldi pásztort. A vassisakos vitéz még soha életében nem látott így szép nőt. Derekát átölelve, kezét kezébe téve sétálgatott vele a vérmező körül, bámulta pirosra festett száját, angyalszőke haját. Jelekkel esküdözött, hogy feleségül veszi, csak jöjjön vele Romániába. Minden nap virágcsokorral várta a kapu előtt. Gyakran bement a lépcsőházba is. Ezen mindenki fölháborodott. Etel többé nem állt szóba Katicával, ezzel a hazárulóval, Stefi pedig azt híreztelte, hogy Katica román kém. Fiziné csapkodta kezét, hogy micsoda botrány, micsoda szégyen a házára, de intézkedni nem mert. Félt a megszálló sereg bosszújától. Druma ajánlott levelére sem érkezett válasz. A helyzet tűrhetetlenné vált. Kezébe vette a napernyőt, és egyes egyedül elindult. Poros szürke alkonyat volt, mely a nyár derekán az őszre emlékeztetett, amikor majd korán sötétedik, és a kéményeken besivalkodik a vihar. Botladozott a hepehupás tabáni lankán. Az ismert Krisztina a cirkáló járőröktől idegennek egy különös gyarmatnak tetszett. Tudta, hogy a ház körülbelül hol lehet. A házmester beszélgetésük során többször elmagyarázta, hogy egy bába is ott lakik, Karvaj Erzsébet, künvanat cégére, kisbaba, akit kádban füröztenek, s a házba gerendás kapuajon lehet bejutni. Bartosék üvegajtaja az udvarra nyílik, a falon Szent Flórián képe, alatta egy piros mécs. Az Árok utcában csupa földbesüppet, düledék viskó van, egyik olyan, mint a másik. Ezek között eltévedt. Egy roskatag vityilló előtt üldögélt valami félhülye nénike, az nehezen megértette, hogy mit keres, és fölvilágosította, hogy valamivel följebb ment, vissza kell fordulnia. Sietett, mint aki valami tilosat művel. Az emberek bizalmatlanul figyelték. Félni kezdett. Egy gyöpös dombra érve megpillantotta a Karva cégérét, a fürdő csecsemővel, s a kapuajba lopakodott. A Szent Flórián kép a lobbadozó, piros mécs a falon, biztatóan intett feléje. Az volt a terve, hogy kihivatja beszélvele vele, elcsalja, ha lehet azonnal, de minden esetre meg akar győződni, hogy milyen. Kis táskájában kotorászott, pénzt vett ki, hogy valakivel beizenjen érte. De az Árok utcában lélek se járt. A szűk, piszkos udvar fölötte az ónszín égboltal elhagyatott volt. Belül hangokat hallott, nő hangokat és gyermekhangokat hangokat tétován. A szél egy ablakot csapott be, falhoz lapulva várt. Az a bizonyos üvegajtó egyszerre kitárult, és az udvarba szaladt egy mezitlábos fiúcska, a bandika, utána egy nő. Viziné szíve megdobbant. A nő Körülbelül olyan magas volt, mint ő, de izmos, tagbaszakadt, arcbőre sárgás-barna, nagy kócos haja és sűrű szemöldöke szénfekete. Valami színehagyott bordóruha lógott rajta. Rohant a fiúcska után, aki a kerekeskút kávája körül csintalankodott, elkapta a fiúcska kezét, megfenyítette, aztán szeretettel karjára kapta, többször megcsókolta, úgy vitte be a lakásba. Pár perc múlva megint kijött egy bádoglavorral. Vizet húzott a kútnál, teleöntött a lavort, s amint befelé indult, oldalt pillantott. Tekinteteik ekkor találkoztak. Viziné a napernyőjét kisé fölemelve intett neki. Aztán a bal kezével is intett. A nő ezt nem vette észre, talán nem is értette, ismét besietett. Nem mutatkozott többé. Már sötétedett. Később egy férfi lépett be a kapun, nyilván a szemlész, aki csak bámult, hogy mit keres itt egy úriasszony. Jónak látta kereket oldani. Nem egészen úgy sikerült, ahogy tervezte. Mégsem bánta meg a kalandot, mert most tulajdon szemével látta, hogy erős, iparkodó deréklány. Főképp azt tetszett, hogy oly nyájas volt ahhoz a gyerekhez aztán legalább szilárd anyagjelet képzelődésének. Otthon eldicsekedett Ficsornak. Láttam. Hogy tetszik, méltóságos asszony? Hát nem rossz képű. Áldott teremtés, az majd megtetszik győződni. De mikor? A napokban. Most már találtunk a helyébe egy lányt. Ma mondták, hogy elengedik. Ne tessék nyugtalankodni. Etel és Tefi, mikor a második emeleti folyosó két szembe levő ajtajában ülve kavargatták a tortának való cukros tojáspépet, erről társalogtak. Annának hívják. Igazán? Drumáné terjesztette a hírt, aki minden plegykát kiszimatolt. Ez a sótalan, ízetlen, tüneményesen műveletlen kis asszonyka a háborúban közönséges ápolónő volt, akkor vétette el magát azzal a gyönyörű urával, amikor az fejlövéssel feküdt a Marosvásárhelyi hadikórházban. Alattomosan settenkedett a lépcsőházban egy egérke módjára, cincogva beszélt. Egyszer Viziné háta mögé került, s rátört a maga tapintatlanul bizalmaskodó modorával. Hallottuk, hallottuk, mit fizetsz neki? Moviszterné is tőle tudta meg. A szép doktorné rózsás kalapjában főpróbára ment, amelyre szabad jegyet kapott valami színész ismerősétől. Megint egy új irodalmi siheder kísérte. Vizinét a kígyótéren pillantotta meg, megállította, erre terelte a szót. Nem mond édesem, tehát még helybe se állt, azt beszélték, hogy már tegnap beszegődött. Viziné rázta a fejét. És amint múltak a napok, Anna jótékony alakja csak kötképgyanánt remegett előtte, egyre messzebb és messzebb. Sokszor már azt hitte, hogy ábránd az egész, és az, akit látott, volt nincs is. Hatodik fejezet Anna Augusztus 14-e volt. Csodálatos nyári nap, forró és fényes. Vizi már átugrott a polgári kaszinóba feketézni. Felesége egyedül merengett a rizs felfújt romjai előtt. Amint félretolta a tányérját, meglepődve vette észre, hogy a tányér alatt néhány risszem bújt meg. Villája hegyével megolvasta. Hét szem rizs volt. Megolvasta többször. Mindig hét szem volt. Miként került oda, nem értette, arra határozottan emlékezett, hogy nem ő szórta el, hiszen tányérját egész ebéd alatt nem mozdította el. A szám gondolkozóba ejtette, miért éppen hét. Minden jelent valamit. A legkisebb jelekkel is izennek nekünk onnan túrról kis jelekkel nagy dolgokat. Ő, aki a spiritista üléseken gyakran látta a kislánya szellemét, s hallotta hangját, de hányszor egészen tisztán, nem kételkedhetett ebben. Nyelvére tette a három szem labdacsot, egy pohár nagyon vizes bortivot rá, és azon tűnődött, vajon mi lehet az a jó hír, melyet a hét risszem jelez, mikor halkan koppant az ajtó, és mielőtt válaszolhatott volna, hogy szabad, az ajtó nyiláson bekandikált ficsor feje. Szabad? Itt vagyunk, méltóságos asszonyom. Kicsoda? Az Anna! Bejöhetünk? Azonnal, várjon, a fej visszahúzódott, az ajtó becsukódott. Viziné megkapaszkodott az asztal sarkába, az események véletlen gyors torródásától majdnem elszédült. Ezen a napon mezitláb volt papucsban, abban a régi lila pongyolájában, melyben a kommun idején szokott kijárni az utcára, hogy proletárasszonynak tekintsék. Szekrény előtt magára kapta fehér pongyoláját, pesgőszín harisnyáját, barna félcipőjét. Ruhatárából gyorsan szedegette ezeket, mint színésznő, akinek nem sokára jelenése lesz. Még a tükörben is megnézte magát. Arca fáradt volt, törődött. Mosolygott a tükörképre, mosolyát erőltetetnek vélte kisé, elkomolyodott, megkereste a két kifejezés között a középutat. Bőrét könnyedén érintette a risporos pamacsal. Az utolsó pillanatban fölcsatolta aranykarperecét lábujjhegyen suhant vissza az ebédlőben. A díványon az ura otthoni kabátja hevert kifordított újjal, ezt összehajtogatta. Ezen kívül is bántotta egy és más, hogy az abrosz csak háromnegyed részt takarja az asztalt, hogy a zsíros tányérok még ott maradtak a középen a rizs felfújt mellett, meg hogy a porcukor szelencén a legyek dőzsöltek. Szeretett volna egy kis rendet teremteni. De erre már nem maradt idő. Attól tartott, hogy ha sokáig késlekedik, Katica lebeszéli. Csak az abros csücskét ráncigálta lejjebb, csak bedugaszolta a boros üveget az alumíniummal futtatott parafadugóval, s leült előbbi helyére az ajtóval szemben, felkönyökölt, mintha már régóta ülne itt és gondolkoznék arról, amiről az úriasszonyok ebéd után általában gondolkozni szoktak. Folytott hangon szólt. Lehet. Ficsor lépett be. Utána két másodpercig, három másodpercig, négy másodpercig, senki. Nos, mondta, már azt hitte, hogy ismét becsapták. Itt van, nyugtatta a házmester, itt van. És ekkor belépett a lány is. Az nyílegyenesen hozzásietett, lekuporodott, kezet csókolt, Oly természetesen és gyakorlattal, mintha évek óta ismerte volna. Viziné nem mindjárt vonta vissza kezét. Általában szerette, ha kezet csókolnak neki, élvezte bőrén a nedves emberi szájakat. Ficsor valami utasítást adott a lánynak, de hogy mit, azt Viziné már nem hallotta. Nem hallotta, nem hallhatta, mert a vér erős lökéssel fejébe tódult, két füle körül zúgott, és egész lelkével a lányt figyelte, aki közben visszament az ajtó mellé, és megállt. Kezében a tiszta zsebkendőbe bugyolált cselétkönyvvel, hajadon főtt, szemét a földre sütve. Viziné lornyonyát rászögezte, az arcán csalódás, meghökkenés, ámulat tükröződött. Ez az? szólt rámutatva. Ez, méltóságos asszonyom, erősítette Ficsor, nem értvén a kérdést. Az Anna, az Anna, talán nem megfelelő? És fejét oldalt billentve a méltósága felé sandított. De, válaszolta a viziné, még tétová, még mindig álmélkodva. Szóval ez az. Nem, mégsem volt az legalább ő az árok utcában, akkor este felé más valakit látott. Az a nő, aki a fiúcska után szaladt, magasabb volt ennél, sokkal magasabb, sokkal izmosabb, az arca sárgás-barnas, a haja fekete, a szemöldöke is fekete, szénfekete. Erre határozottan emlékezett. Egyszerű félreértésről lehetett szó. Bizonyára összetévesztette valakivel, talán Bartos sógornőjével, akiről egyszer-másszor hallott is Ficsortól. De bár ezt nyomban tisztázta magában, percekig tartott, míg azt a bordóruhás nőt, akit gondolatban már fölfogadott, elszállásolt, lefektetett a katica ágyába, akivel képzeletben már kitakarítatta valamennyi szobáját, akit már magáinak tudott, megfosztotta azoktól az erényektől, melyekkel földíszítette. Most tehát le kellett tépni érdemrendjeit, átnyújtani annak, akit illet, ennek a még teljesen idegen, félszeg leányzónak, aki látható lámpalázban szorongott előtte. Viziné arcáról már eltűnt a csalódás és ámulat. Mindez valami kellemes derengéssé enyhült, még egyre mustrálgatta. Ez nem is látszott parasztlánynak. Nem volt olyan tenyeres talpas, piros pozsgás, mint a varga örzsi inkább nyulánk és törékeny. Az arca tojásdad, csontjai finomak, arányosak. Üde Pepita ruhácskát viselt, mely alatt puhán, öntudatlanul aludt a gyermek melle játékosan, mint két kis gumilabda. Egész lényében pedig volt valami, amit nem tudott kifejezni, valami, ami vonzotta, ami egy kicsit vissza is rezzentette, de rendkívül érdekelte letette lornyonyját. És amikor már nem is vizsgálta, csak hatni engedte magára, amit tapasztalt, egyszerre érezte, hogy ez az, akit évekig keresett, mint hiába. Belső sugallatot hallott, mint élete döntő fordulataikor, azt a gyámolító, biztató hangot, mely annyiszor szólamlott meg benne valami parancsfélét, hogy ne sokat okoskodjék, hanem fogadja föl, tartsa meg, s vágy fogta el, hogy azonnal itt marassza, hogy birtokolja, és karját már is kinyújtotta feléje, mintha meg akarná ragadni, hogy többé soha se engedje el. – A könyvet parancsolja? kérdezte Ficsor. – Igen, mondta Viziné, aki uralkodván magán, félreértett mozdulatát szerencsésen átjátszott egy alsóbb síkba. – Nézzük a könyvét! Szemöldökét magasba vonta. Édes? szólt. Édes? Úgy hívják, édes Annának. Viziné félhangosan olvasta a cselétkönyvet. Édes Anna született Balatonfőkajár községben, Enyingi járásban, Veszprém megyében, kerületben, stb. Magyarországban. Személyleírás. Születési év, 1900, vallása, római katolikus, termete közép, arca kerek, szeme kék, szemöldöke szőke, orra rendes, szája rendes, haja szőke, fogai épek, szakála nincs be van-e oltva, igen, különös ismertető jele nincs. Saját kezű aláírása, édes Anna. Igen, mondta, és rejtélyesen mosolygott. Talán azon, hogy édes, és hogy szakála nincs. Most hol a könyvre, hol a lányra pillantva ellenőrizte a cselédkönyv hivatalos megállapítását, melyek bizony közelsen sem fötték a leírhatatlan valóságot. Haja, nem dús haja, melyet csak úgy kenőcs nélkül szárazon simított hátra domború homlokáról, nem volt szőke, hanem a gesztenye szín és a szőke közötti árnyalatú szökhaj orra se rendes, hanem határozottan érdekes a lélegző cimpáival, majdnem különös és pikáns. Termete valamivel magasabb a közepesnél, de gyönge, elmaradott talán, csöppet fiús is még. a vérszegény és cserepes, és a keze a rendes cselét kéz, durva. körmek kurta és csempe. Hány éves? Tizenkilenc, válaszolta mindig Ficsor. Ugye annyi vagy, Anna? Miért nem beszél, fiam? fordult hozzá Viziné. Szégyelli magát, nagyon szégyellős. Viziné még nem látta a szemét, ezért így szólt. És miért nem tekint a szemembe? Fél. Kitől fél? Tőlem? Tőlem nem igazán nem kell félnie. A lány fölrebben seprűs pilláid, de mielőtt az asszony megláthatta volna, lecsukta. Viziné tanulmányozta aláírását, szálkás szarkaláb betűit, melyeket hosszan és gondosan rajzolhatott oda egy rendőrségi szoba asztalára görnyedve, és előző gazdáinak minősítését. Eddig csak két helyen szolgált. 1916-ban, amikor fölkerült Budapestre, Vild raktárnoknál, aztán Bartos szemlésznél. Mind a két helyen majdnem másfél évig. Mi volt? Dajka, felelgetett Ficsor. Szóval gyereklány javította ki Viziné. A bizonyítvány megjárta. Gazdái elismerték, hogy hűséges, erkölcsi magaviselete kifogástalan és egészségesen távozott. Vilné azonban a többi polgár tájékoztatására lelkiismeretesen beírta, hogy munkájában nem mindig megbízható, és ezt is, még nem eléggé ügyes. Még nem eléggé ügyes, olvasta Viziné. Persze, persze. Majd belejön. Hisz ez nem is olyan fontos, fő, hogy iparkodjék. Szorgalmasnak szorgalmas. Főzni tud? Valamit, szerénykedett helyette Ficsor. Valamit. Jobb szeretem, azt mondja, hogy semmit, ismerem ezt. Mindegyik így beszél, mikor beszegődik, aztán amikor kanalat vesznek a kezükbe, kiderül, hogy fogalmuk sincs. Emlékszik Ficsor a mennyei Margitra? Az is azt mondta, hogy tud főzni, és a Lidi is. Ficsor mindkettőjükre emlékezett, és lesújtóan bólintott. No, majd én befogom. De takarít? Most? Padlót vixel? Hogy ne? integetett a házmester. E szerint, és ezt már igen gyorsan, elvégez mindent, ami a ház körül előadódik. Bevásárol a piacon, szenet hord a pincéből, üres idejében harisnyát stoppol, ruhát foltos, stb. stb. Nem válogatós ez, ugye, Anna? Az helyes is. Nálam dolgozni kell, kisasszonyokra nincs szükség, az én lakásomnak ragyognia kell. Anna nem látta a beszélőt, mert folyton a padlóra merett. Pusztán a hangot hallotta test nélkül, mint valami szózatot. Zavartan egyik lábáról a másikra állt. Amikor ide belépett, a gyomra egyszerre fölé mejedett. Olyan rosszul lét fogta el, hogy azt hitte azonnal összer, hogy. Valami kimondhatatlan büdösséget érzett, mint a patikában éles, hideg szagot, mely egyre jobban facsarta az orrát, kavarta belét. Viziné a zongorájában kámfort tartott, hogy a molyok ne rákcsálják a vattás hangkalapácsokat. Anna nem tudta, honnan származik ez az orvosságszak, csak azt tudta, hogy nem bírja ki. Csak azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni, és ha egészséges ösztönére hallgat, akkor köszönés, és Istenhozád nélkül elrohan, menekül le a lépcsőkön, az utcákon, s fut, meg sem áll hazáig a kajári tarlóföldekig. Nagybátyja azonban mellette volt, és ő moccani is mert. Tekintetét mégis fölemelte annyira, hogy látta a viziné cipőjét, harisnyáját, a falon az ingaórát, mely ében fatokjában járt, és egyenletes ketyegéssel zsibbatag úri csöndet szitált az ebédlőbe. Már a szalomba is bepillantott olykor-olykor. Itt a tükörben képek színes gomolyaga forgott, hosszú alacsony hencer nyúlt el, torontáli piros szőnyeggel takarva, melyen a délután lobogó mágiát gyújtott. Ilyesmit sem Vildéknél, sem Bartoséknál nem látott. Káprázva, szédelegve nézegette ezt, mikor időnként fölvetette szemét. Úgy tetszett, hogy elvarázsolt kastélyba került. Az a kérdés, szólt meg Viziné, hogy van-e kedve a helyhez? Micsoda? firtatta, mikor a lány ismét nem válaszolt. Anna ekkor alig láthatólag könnyedén és szomorúan vállat vont. Viziné előtt elsötétült a világ. A lázadás, a csöndes cseléd mozdulat, amelyet annyira ismert, egy pillanat alatt porba döntötte reményét, mindazt, amit eddig oly fáradtságosan épített. Elhatározta, hogy most szigorú lesz. Kenyértörésre viszi a dolgot. Tessék? kérdezte gúnyosan. Nálam nem így szokás felelni. Ha nincs kedve fiam a helyhez, akkor itt a könyve. És a cserétkönyvet az asztalra ejtette, úgyhogy az csappant. Mehet Isten hírével. Nem úgy értette az Anna, mentegette Ficsor. Ugye, Anna, nem úgy értetted? Hát hogy értette? Csönd volt. Viziné és Ficsor várta válaszra. Van, Rebekte hangtalanul Anna, aki úgy értette, hogy neki mindegy, hiszen mindenütt csak dolgozni kell. Az más. Beszéljen értelmesen és tisztességesen, ahogy úriházban szokás. Ha megbecsüli magát, itt jó dolga lesz. Itt jó dolgod lesz, sietett Ficsara méltóságos asszony segítségére, hogy közös erővel bírják elhatározásra. Csak mi ketten vagyunk én meg az uram. Gyermek nincs és önkéntelenül a falon lévő fotográfiára pillantott, és a szokott eszerős mozdulatával végig simított a borostyán sárga haját. Mintha nehéz volna a kontya, mintha szétrepedne alatta a koponyája. Aztán nálam nem úgy van, mint másoknál. A kenyér szabad. Annyit ehet, amennyit akar. Hallottam, hogy a régi helyén csak rántott levest reggelizett. Itt minden reggel kávét kap, meleg kávét. Vasárnap tészta, hetente kétszer hús. Ha pedig jól viseli magát, hébe hóva egy pár cipőt is ajándékozok. Vagy egy ruhát. Ruhát, Anna, ruhát, biztatta a házmester mosolyogva. És később majd meglátjuk. Esetleg, mindig ez volt az utolsó ütőkártya, kitanítatom varni is. Hallod, Anna, hallod, varni, a méltóságos asszony kitanítat varni is, csak légy szorgalmas, úri emberekhez kerülsz, mert ez nem olyan ház, ennek nincs párja, valami nagyot akart mondani, az egész Krisztinában. Mikor áll be? Mindjárt, mondta Ficsor. Viziné erre nem számított, csak holnapra várta. Elintéztem velük, dicsekedett a házmester, mert amit én egyszer megígérek, méltóságos asszony, hol a batyúja? Lenn nálam, hozza föl, utasította Ficsort. Megvárta, míg kiér a házmester. Akkor a cseléthez lépett oly közel, hogy arca az ő arcát súrolta. Anna ilyetten fölnyitotta nagy bágyat szemét. Szeme kék volt, de nem csillogó, inkább teljeskék, violáskék, mint a Balatonvize párás nyári hajnalon. Most látta először vizinét. Egy sápat, nagyon magas, jéghideg nő merett eléje, aki nem tudta miért, egy ismeretlen madárhoz hasonlított, szétborzolt fényes dísztollakkal. Hátrált az ajtó felé. Viziné, hogy az előbbi kis összezörrenést elsimítsa, s főképp, hogy végre hallja a hangját is, mert eddig a lány csak egyetlen szót ejtett ki azt, hogy van, emberi nyomatékkal kérdezte. Mi az édesapja? Cselét. Hogy cseléd? Az uraságnál. Béres. Földmíves, és van valamilyen háza, földje, tisznaja? Semmi. De búzát azt kap? Ó, maguk ma jobban élnek, mint mi. Az anyja? Nyanya, és itt elcsuklott a hangja. Mi az? Meghalt. Mostohám van, mondta elszoruló torokkal. Testvérei? Egy bátyám. Az is föld mives? Most jött haza. A háborúból? Nem. Francia fogságból. svonogatta a vállát. Már megint. Ez nem illik. Mi igennel és nemmel felelünk. No, majd megtanulja. Erre még volt idő. Nem is idomította tovább, hanem áttért a lényegre. Bizalmasan, valamivel halkap hangon kérdezte, mint nő a másik nőtől. Van szeretője? Anna intett, hogy nincs. Nem pirult el, de homlokát, a szép domború homlokát egyszerre elfutotta valami rózsaszínköd. Ő szintén? Ne tagadja, mert úgyis rájövök. Ez a ház erkölcsös, ide senkinek se szabad bejárni, se nappal, se éjszaka. A kulcsok különben is nálam. Ismerőse sincs? Nincs. Hát valaki csak ismer. A fincsorékat. Szünet meg a Vilné nagyságos asszonyt. Szünet. Meg a Cifkánét, a Bartos úr ángyát. A sógor azt az erős, magas asszonyt, aki náluk lakik? Azt. Különben senkit? Senkit. Jobb is, csak elrontják. Nem mondom, ha valaki jön, az apja vagy a bátyja, akkor engedélyt kér, hogy találkozhassék velük. Különben minden második vasárnapja szabad, délután háromtól hétig, de hétkor már itthon kell lennie. Ficsor sovány batyucskát hozott föl, kockás kendőbe kötözve. Viziné élve úrnői jogával kibontotta. Mindig batyuvizsgálás alkalmával győződött meg először, hogy lope majd az új cselét. Kevés holmit talált. Néhány rongyos pamut zsebkendő, melyen nincs monogram, tehát valószínűleg nem lopta. Egy már erősen viselt kék kartonruha, pár fejrevaló kendő, egy uraságoktól levetett férfi cipő, melyet valahonnan ajándékba kaphatott, egy kerek reklámkézitükör a cég jelzésével, egy vasfésű, még tele gubancos hajával. Aztán egy horpat sárga pléh gyermek trombita, amelyről piros bojt lóg. Ezt kezébe vette, nézegette. Nem tudta elképzelni, hogy mire használhatja a trombitát egy cselét. Katica nyitott be magasra emelt fővel, egy megsértett hercegnő fülényes mosolyával, hogy a déli asztalt leszedje. Viziné már nem engedte hozzányúlni. Kiküldte, és maga is utána ment. Távol létét Ficsor arra használta föl, hogy színvallásra bírja unokahugát. No! Anna hallgatott. Jó hely, mondta a házmester. Prima hely, gazdagok, az övék a ház. Ez az egész ház. Az úr tanácsos, méltóságosok. Többet nem beszéltek. A szegény emberek kedélytelen atyafisága fűzte őket egybe, kiknek a vérségi kapcsolat vajmi keveset jelent. Mert nincsenek kedves közös emlékeik, csak egymás mellett élnek, folyton dolgozva, önmagukba zárva, egymásnak áthatolhatatlanul nagy távolságban. Viziné Katicát úgy akarta kilopni innen, mint közkórházakból a kolerás halottat, hogy meg ne fertőzze a még egészségest. Eléje lökte Bérécs, azt mondta, hogy azonnal szedje batyuját. Amíg csomagolt, a körmére nézett, hogy nem visz valamit. Katicának sem volt vastagabb batyja, mint Annának, de önérzete az volt. Mielőtt elindult volna, gavalléros mozdulattal visszaadta a kötött lélekmelegítőt, melyet ajándékba kapott. Ő is fertőzöttnek érezte mindazt, ami erre a házra emlékeztetné, ahol ennyire megsértették. Az asszony elfogadta a lélekmelegítőt, aztán sarkára csapta az ajtót. Visszajövet, már egészen más hangon beszélt Annához, azon a hangon, melyen majd mindig beszél hozzá. Jöjjön Anna, átadom a lakást! szobáról szobára vezette. Ez itt a dolgozó. A könyveket naponta letörölgeti, de az íróasztalról semmit sem mozdít el az úr finnyás a holmiára. Értette? Erre is roppant vigyázzon. Egy kitömött bagoly bámult a lányra sárga üvegszemmel. Anna pár lépésnyi távolságból követte vizinét és ficsort lógázva batyuját. Az evédlőt már látta. Ez a szennyes láda, az a szekrény természetesen majd kikerül innen. A szalomban így szólt. No, erre is ráfér a takarítás, majd kirakjuk. A zongorát valamivel előbbre húzzuk. Lesz dolog, annyi bizonyos. Anna a piros szőnyeggel takart hencser mellett állott, úgy rátapadt a zongorából kiárodó kámforszag, hogy halott fehér lett. Viziné és Ficsor már a hálóban volt, csak azt hallotta, mint az asszony sürgette. Miért nem jön? Furcsa lány! szólt oda Ficsorhoz. Eleinte bizony nehéz lesz vele. A hálóból kis futórózsákkal mintázott sárga tapét ajtó nyílt a sötét, nyírkos fürdőszobába, ahol búsan locsogtak az elrontott csapok. Olcs el a villanyt, parancsolt Annának. Ugarjon, fiam, egy-kettő, ha valahonnan kinegy, mindig olcsa el. Nem szabad pocsékolni ebben a drága világban, és az ajtót is csukja be maga után. Egy fáradtság, léghúzamban. A konyhába értek. Már oly üres volt, oly elhagyatott, mintha sohasem lakott volna benne az a bizonyos katica. Ez itt a maga... kezdte Viziné, de nem talált rá szót. Nem nagy, de hát minnyáján megvoltak benne. Ne oda! kiáltott, mikor Anna az asztalra tette batyuját. A földre! Bene poloskázza a lakásomat. A feje tiszta? Holnap majd megfürdik. A kamrát mutatta. Ez zárva van. Minden reggel kiadom a lisztet, zsírt, cukrot. Semminek sem szabad hiányozni, figyelmeztette. Ficsor elköszönt. Vizinének csak az ajtónál jutott eszébe. Igaz is, a bére... Ugyan méltóságos asszony tiltakozott a házmester szinte fölháborodva. Azt ad majd neki, amit megérdemel. Előbb megtetszik látni. Jó, majd meglátom. Először is behívta az ebédlőbe. Felügyelete mellett leszedette vele a déli asztalt. Tanította, oktatta, hogy vigye ki a tányérokat, hogy mosogasson, hogy rakja a késeket, villákat a pohárszékbe. Este vacsorára terített. Megint az asztalra rakták a tányérokat, késeket, villákat, melyeket délután leszedtek. Egy fehér cipót tettek oda, mert ők már fehér cipót tettek. Miután a hálóban együtt megágyaztak, Viziné átnyújtott neki egy szegetlen kukorica Ez a maga kenyeres, itt a vacsorája is. Egy darab sajt volt. És ez a ciha. Egy vörös csíkos vánkos héjat nyomott kezébe. Húzza majd át a párnáját. Vacsorázik, aztán lefekhet. Elbocsátotta. Kezét csókolom. Hagyja, szólt Viziné, de a lány ismét megcsókolta a kezét. Hetedik fejezet Új seprő jól seper? Anna nézelődött az idegen konyhában. Vacsorázni, aztán lefeküdni. Egy darab kenyeret szelt, de beléje se bírt harapni. A kenyérnek és a sajtnak is olyan szaga volt, mint benne a lakásnak. Bajmolódva szétbontotta a tábori ágyat, melynek szerkezetét még nem ismerte. Áthúzta egyetlen párnáját, beburkolózott abba a húzatlan paplamba, melybe tegnap még katica takarózott, és miután elfújta a gyertyát, lefeküdt. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik, már a szemem, de a egy nyitva agyám. Bandika is ezt imádkozta. Pistike is, meg a viltraktárnok fia is a Gyuri. Mindegyiket ő tanította rá. Amíg alszom, vigyáz rám, vigyázz kedves szüleimre, vigyázz minden jól tevőmre. Bandikának, aki az ágyam mellett hált egy díványon, utána el kellett mesélni a madaras bicskát is. Ez a bicska olyan bicska volt, hogy mihelyt kinyitották pengéjét, nyomban madarak röppentek ki belőle, sok-sok kis tarka madár. Ezzel aludt el a gyerek, s reggel fölébredvén kacagva újságolta el, hogy a madaras bicskával álmodott. Anna elmondotta a gyermekimát. E rímes szavak, melyeket még ma sem értett egészen, enyhe bódulatot keltettek benne. De nem álmosodott el. Tegnap pedig sokáig maradt fönt Bartosékkal. Hány óra is lehetett már? Itt épp megfordítva feküdt a falnál az ablakkal szemben magasan, emeletem még sohasem aludt. Egy bérház irdatlan tűzfalát látta. Tüzes négyszögek gyulladoztak, elelsötétettek. A lakók, amint odát bementek a -e ház mellékhelységeibe, kamrákba, árnyékszékekbe, fölcsavarták és eroltották a villanyt. Valahol zongoráztak. Egy nő gyönyörűen énekelt hozzá, mindig újra és újra kezdte. Zengettek az ablakok, a falak, az egész ház lebeget hömpölygött a muzsika hullámain. Sokszor úgy tetszett, hogy alatta közvetlen az ágya alatt búg valami, Később rájött, hogy fönn zongoráznak a feje fölött. Aztán ének, zongora szó, elnémult. Csönd vette körül, feketeség. Már a tűzfalon se izzottak az ablakok fényes négyszügei. Amikor kisé elzsibbadt, elvesztette tájékozódó képességét. A régi díványt kereste, de csak a falat találta maga körül, csak az üres éjszakát kaparázta, azt hitte, hogy a konyha megfordult, és mindjárt valami szakadékba zuhan. Fönn-fönn magason a tűzfal tetején még égett egy lángocska. Az nem lobbant ki, vele együtt vírasztott. Eleinte azt gondolta, hogy valami csillag. Csak egy lámpa volt, közönséges olajlámpa. Mégis fényesebb volt, mint a csillag. Minden lámpa fényesebb, mint a csillag. Éjfél után kulcs az előszoba zárában. Vizi jött haza, ki a románoktól már éjszakai igazolványt is kapott. Suttogva beszélgetett feleségével. Kevésse rá a konyhába benyitott valaki. Mezitláb, hosszú fehér mint egy kísértet, odalépett az ágyához az asszonya, nézte, hogy alszik-e már. Egy negyed óra múlva újra megjelent ez az alak. Annakkor már nem látta, mert fejét párnájába fúrva aludt. Vizinének ez nem volt kis dolog. Ismét egy idegen lélegzet szűrte át a lakás levegőjét, melyet ő is szívnak egy idegen szív dobogott itt, egy idegen élt velük egy födél alatt, megérkezett a legközelebbi és legtávolabbi a barát és ellenség egy szemében, a titokzatos vendég, minden ház titokzatos vendége. Katicát bármennyire is ellenszenves volt, legalább ismerte. Ezt egyáltalán nem ismerte. Amit eddig sohasem tett, kulcsal zárta be a szalomba s a fürdőszobában nyíló ajtókat. – Félsz? – kérdezte Vizi. – Nem, de mégis. Az első éjszaka. Alig virratt, a kíváncsiságtól ösztökélve fölkelt. Olyasmit látott, amitől a szemeszája elállt. A cseléd a szobákat már kiszellőztette, feltörölgette. Nem értette, hogy lehetséges ez – Legalább hajnali négykor kellett fölkelnie, oly csöndesen dolgozott, hogy semmit se hallott. Most ott kuporgott a dolgozóban, az íróasztal mögött, abban a kék kartor abban a férfi cipőben, melyet már a batyujából ismert. Viziné csak bólintott. Tudta, hogy a cselédeket nem szabad mindjárt megricsérni, mert elkényeskednek. Babkávét daráltatott, tejet forraltatott, leszalasztotta a pékhez, megterítette a reggelihez, majd a fürdőszobába küldte, hogy szóljon a méltóságos úrnak. Az a tükör előtt borotválkozott, bekenve a szappanhaptól fehéren, mint egy ember. Anna nesztelenül hozzálópózott, keze után kapott. – Vigyázzon! – kiabált a szigorú úr. – Megvágom! – és a villogó pengét magasba tartotta. – Maga az új lány? – Mi a neve? – A vezeték neve! – az apja neve? Magyar, állapította meg, mert ő mindig a nagy politikai távlatokat kedvelte. Földmívesek. Helyes. Kisgazdák. A reggeli kedves volt. Nem ismervén az itteni szokásokat, az új lány tiszta sárga abrosz terített, melyet csak ünnepnapokon használtak. Régi idilli ezüst zajjal csilingeltek a kanalak. Mikor Anna kivitte a teljes lábast, Viziné figyelmesen követte tekintetével, majd szólt. Derék lánynak látszik. Vizi összemorcolt a szemöldökét. Rosszalt ezt a könnyelműen előlegezett bizalmat, mely majd annál keserűbb kiábrándulást kelt, hiszen mindig így kezdődött. Felesége, aki jó emberismerőnek vélte magát, és a legkisebb mozanatokból is messze menő következtetéseket vont, az első 24 órában minden cselédjét deréklánynak nevezte, azt mondta, hogy ez nem olyan, mint a többi. Olyan jelzőket pazarolt rájuk, melyek csak költők képzeletében foganhatnak. Aztán végzetesen következtek a csalódások. Másnap rendszerint hallgatott a deréklányról. Negyed nap foghelyről jegyezte meg, hogy kisé lassú, vagy kényelmes. Negyed nap kifogásolt a modorát majd egyszerre drámai gyorsasággal jött a kifejlet, amennyiben a hétvégén egy jelentős mozdulattal félrehívta őt, száját kis ó alakúra gömbölyítette, és majdnem hangtalanul rebegte, hogy lop. Képzelt csak, lop, s végül kimondta a végső ítéletet, hogy ez is olyan ringyó, mint a többi. Miért áltatjuk hát magunkat? Aludjunk rá egyet. Újseprő jól seper. Az újseprő azonban jól sepert. Csak kapta szalmaszatyrát, s fűzőtlen férficipőjében baktatott a piacra. Várni se kellett rá, nem kaszinózott, már is visszatért. Szedetlenül szedődött az asztal, terítetlenül terítődött, mint a mese terői asztalkámja. Rend volt, rend és csend. Ismerte viatoriszt, az üzleteket, a községi bódékat. A városban sem tévedt el. Mikor elküldte messzebbre, visszatalált a Vámház körútról, sőt a Boráros térről is. Nem volt az a falusi liba, akinek eleinte hitte. Az a három év, melyet Pesten töltött, lekoptatta róla a bárdolatlan szokásokat. Csöndesen járt, csöndesen fújta az orrát, parasztosan se beszélt, csak az üveg helyett mondta Dunán túliasan öveg. Meg néha megbocsátható tévedés, nagyságos asszonynak nevezte béltóságos asszony helyett. De egy furcsa volt. Az, hogy nem evett. A kukorica kenyeret meg a sajtot, melyet első nap otthagyott, másnap is kikapta vacsorára. Akkor se nyúlt hozzá. Reggeli kávéját kevergetve kavargatta, s félretolta. Egy falat nem sok, annyi sem ment le a torkán. Mindössze egy almát evett ficsoréknál a harmadik napon annak nem volt olyan szaga. Akármit csinált, nem bírta megszokni ezt a helyet. Szaglás, amely éles volt, mint egy kutyáé, tiltakozott ellene. Ha messziről megpillantotta az Attila utca 238-as számú házat, összeborzongott. Pedig igen szép ház volt Vizikornél háza, takaros, mint egy kis kastély. Homlokzatát szürke gipszrózsák ékesítették, erkélyek csüngtek róla, könnyedén odaragasztva akár a fecskefészkek. Fönt kettő, a moviszteréké és drumáéké nyitott, de az övéké üveges, verandaszerű, vacsorázni is lehetett ott, s a mennyezetről ernyős lámpa Csak ez a három úri család lakott itt, künn a házfalán két tábla. Dr. Druma Szilárd, közés váltó ügyvéd. Dr. Moviszter Miklós, orvos Med Univ, rendel délelőtt 11-től 12-ig, délután 3-tól 7-ig. Moviszterékhez fölküldték tojásért. Ekkor tudta meg, honnan jön az a gyönyörű zongora szó. A szép doktorné kivágott pongyalában ült az ongora előtt, jártatta a billentyűkön felgyűrözött liljom és énekelt, énekelt nagyon erősen. Majd megismerkedett a cselédekkel is. Etel a nagy világos konyhában trónolt, egy széles nátszéken, kötényekorcán kulcskötegekkel, mint a család patrónája. Itt mindent ő intézett. Ő határozta el, mit főznek, mi lesz ebéd, zsarnokoskodott, gazdáit néha össze is szitta, és azok féltek tőle, mint a tűztől. Délután háromtól félötig aludt. Ilyenkor moviszterék lábújhegyen jártak, hogy föl ne ébresszék. A doktor maga nyitott ajtót pácienseinek ebédjéhez, vacsorájához megivott egy üveg barna sört. Nehezen mozgott, utóbb már elhájasodott, folyton réteseket evett. Annát is kínálgatta. Drumáék cselédje nem mindjárt akart hozzá leereszkedni. Steffi egy grófi családtól került az ügyvédékhez a várból, miután megunt az ottani nagy stílű életet, egy kis nyugalomra, egy kis önálló hatáskörre vágyakozott, melyet itt meg is talált. Drumáékról jó indulatú lenézéssel beszélt, mert fiatalok voltak, s még olyan szegények, hogy be se tudtak egészen rendezkedni. Csak ő tanította ki őket pár előkelő szokásra. Vendégeiket szertartásosan jelentette be, asztalukra recés golyócskákban adta föl a vajat. Náluk is fehér kötényt viselt, fekete szoknyát. Személyzetnek nevezte magát. Keresztény újságokat olvasott, hivatalnok lányokkal barátkozott, Különösen Druma gépíró kisasszonyával, akivel néha tüntetően karonfogva sétált, hogy őt is gépíró kisasszonynak tartsák. Ez a két lány bizalmába fogadta. Meg megkérdezték, mit főztek, lementek hozzá telefonálni, mikor náluk nem volt áram. Délután hívták kártyázni is dióba, babba, Vizi Vizinéről nem sok jót hallott. Zsugarinak mondták, félbolonnak, aki a halottak lelkével beszélget. Valladgatták, hogy van megelégedve helyével. Azt felelte, hogy meg van elégedve. Mit is beszélhetett volna nekik? Hiszen magának sem tudott számot adni, hogy mitől írtózott itt minden nap jobban és jobban. Egyszerűen nem bírta megszokni. A villanyt azt hamar megszokta. Megmutatták, hogy kell kezelni. Annak kezelte akár ők, nem tudva, hogy micsoda az elektromosság. Akár ők. Csak épp hátrafordult, miután elcsavarta a kapcsolót, mert hiába látta, hogy a szoba megvilágosodik, arról is meg akar győződni, hogy csak ugyan ége a lámpa. Hasonlóan volt a telefonnal is. Pár napig síri hangon beszélt a tölcsérbe, összetévesztette a hallgatóval, de később a telefonnal is megbarátkozott. Künna pusztán nagyobb csodákat látott. Tudomásul vette, hogy ilyesmi is létezik. Más dolgok zavarták, melyek minél tovább maradt itt, annál idegenebbek lettek. Egészen jelentéktelen dolgok. Amikor például egy reggel véletlenül meghallotta, hogy az urat kornélnak hívják, érezte, hogy ezen a helyen nem bírja ki sokáig. Maguk a bútorok is valami névtelen rémülettel töltötték meg. Amit zöldnek képzelt a kájha, fehér volt. A szalon fala viszont zöld, és nem fehér. Az asztal nem gömbölyű, hanem hatszögletes és alacsony. Az egyik ajtó befelé nyílt, a másik kifelé. Ezek a kis folyton ismétlődő meglepetések megbolygatták egész lényét. Egy makár csokortól, melyből pávatollak nyúltak ki, egyenesen rettegett. Azt hitte, hogy a páva szemek őt nézik, s mikor elhaladt előtte, félretekintett. Aztán mihelyt fölnyitotta a szemét, az asszony jött ki kócosan, mintha a dütöl borzadna égnek a haja, s ráharagudnék. Meghallott az mindent, mert a parket messzire recsegett. Viziné a lakást aggodalmasan záratta a léghúzam elől, mely fogfájást, fülszaggatást okoz, és a fény elől, mely idegesítette. Folyton a sarkában pandurkodott. Izgága jó indulattal leckésztette. Így lányom, úgy lányom, tegye az asztalra, de az Istenért ne a szélére, mert rögtön leesik. Ezután mindent az asztal közepére tett. Az asszonya akkor kisé megigazította a tárgyakat, vagy idébb vagy odább, hogy neki legyen igaza. Semmi se volt jó annak. Ha hallgatott, azt tudakolta, miért hallgat. Ha beszélt, hogy Bartoséknál ezt vagy azt így csinálták, letorkolta, hogy nála viszont majd így csinálják, ne menjen mindig a maga feje után, hallgasson azokra, akik okosabbak nála. Legjobban hiányoztak talán mégis a gyermekek, akik eleven játékszerei kedves kis pajtásai voltak. Hiszen eddig úgy szerezte kenyerét, hogy velük játszadozott, dajkálni szeretett volna itt is valakit, meséket, versikéket mondani, de mit tehetett ezekkel a komoly felnőttekkel, akik külön zárt életükkel jöttek-mentek körülötte. Egy hét sem múlt el beszegődése után nagy patália támadt. Takarította a hálószobát, és hallgatta fönn a feje fölött Moviszterné zongorázását. A szekrényen volt egy kis babaszoba, lombfűrészelt, fehér lakos bútorok, aranycirádás tükör, csöpp mosdó, az üveglapján icurka kancsó, kis nyoszója, amelynek piros paplana alatt aludt egy hajas baba. Egy székre állva törölgette az aranycirádás tükröcskét. Egyszerre lejtette. Bizony izzéporrá törött. Viziné, mint a villámot termett. Mit tört el? Jaj, sivított maga szerencsétlen! Anna leugrott a székről, szedegette a szilánkokat, próbálta összeilleszteni. Az asszony kiütötte a kezéből. – Hagyja! Vége! – kiáltott és sírva fakadt. – Megfizetem – szólt Anna halkan. – Megfizeti? Lehet is az ilyet megfizetni. Emlék volt. A kislányomé hozzon hamar egy seprőt. Amíg Anna söpörte, ő a háta mögött pirongatta. – Boldogtalan! Látja? Katica soha se tört semmit! – de azért levonom a béréből lején, hogy tanuljon. Vizini ezen a napon borzongott, hogy mit jelent a tükörtörés. Akkor azonban mit jelent a hét risszem? Nem tudta összeegyeztetni a kettőt. Eszébe jutott Vildné is, aki azt írta, hogy munkájában nem mindig megbízható és még nem eléggé ügyes. Tör, gondolta. Ez úgy látszik, tör. Anna este felé leszaladt Ficsorékhoz, bejelentette, hogy ő nem maradt tovább. Elsőén fölmond. A házmesterék körülvették, kérdezték, hogy miért. Erre csak viszajogva vonogatta vállát. Nem bírja megszokni. Ficsor, aki a diványon pöfékelt, levette agyaráról a pipát, s ráförmett. A mostohájával fenyegetőzött, hogy majd hazaküldi, és úgy is nagyon szereti, alig várja. Azonnal fölkergette.